sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a héten is, szokatlan időpontban, nem csak itt van sötét, már kint is, kedd este van, 7 óra, itt leszünk, 10 11-ig, aki megélzi, geci sok. Fúsvét is onka van még a ütőben. Van, is, nincs olyan hallgató, akinek nincs gecisok sok éppen a ütőben. kéne enni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a 35. felvételünk. Jó lesz. Most már van turett is, lerüljetek. Igazándiból van három adag sonka, és mint Magyarországon a tokai aszuk, azokat így mindenki ajándékozza körbe egymásnak. Vándor vissza. Mint a és amúgy a, ezek nem léteznek, ezek a mennyiségek, csak mindig tovább kerülnek. Nekünk most jó, jó volt. valami, Igen? Nem ez az szarbolt. És kitől kaptátok? Azt nem mondom meg. <laughs> Szülőktől. Um. Oh, azért mondom, de ők is kapták nem valahonnan. ez házi sonka, nincs róla számla. Nem lehet megmondani, <laughs> de jó, jó füstös, tényleg ilyen hús íze van. A, a házi pálinka, nincs róla számla, nem szabad mondani. Egy <laughs> Na! Um, miből van? Vegyi Az <laughs> a <supervisor> Tartozunk valamit? Nem mondani kéne valamit? valami volt. Kuendál lesz az extrában, az biztos, de ez rész. már ti már tudjátok, akik látták. Nem, mert most kamarabb megyünk ki, mint a... Igen, ezért. Most, most, ez megy ki, mert ez, Azt a ez most megy elő? van valójában. Mert ugye, ha esetleg valakit érdekel, hogy mi a fenér fém. ment ki a főműsor szerdán, és nem a szokásos pénteki időpontban, ez azért van, mert próbáltunk itt a hétközi forduló miatt nagyon aktuálisak Meg lenni. Senki nem veszi észre a... az szeretném, hogy a Itt a hétközi forduló miatt, hogy még azért beszéljünk a City Arzenár, miért ez a két csapat ismét megmérkőzik egymással, úgyhogy gyönyör, ez a gyönyörködtető meccset fognak játszani. Legutóbb. Is. Úgyhogy igen, ennyire jó mérkőzés miatt előre kellett hoznunk a felvételt, meg a publikáció időpontját, és egyszerűen nem tehettünk mást, de akit ez esetleg annyira nem hoz lázba, hogy ez a nulla nulla az belőlünk milyen érzelmeket és gíkségeket hozott ki, azért azt elárulhatom, hogy a volt mögött a második témánk az arról fog szólni, hogy mikor jön el egy pillanat a klub életében, amikor ki kell rúgni egy edzőt, illetve a harmadik... a Chelsea-vel és a Manchester United-vel másokkal, illetve a harmadik témákból pedig a játékosok pszichés felkészítésére próbálunk elmerülni, amihez egyáltalán nem értünk, de hát ez nem szokott általában megakadályozni minket abban, hogy beszéljünk dolgokról holnap pedig ugyebár a Q&A-nek a második fele olyan izgalmas kérdésekkel egyébként, mint hogy milyen rendezőket tudnánk elképzelni foci edzőként, illetve... Valaki még... nem kedveli egyébként ezt a robotot. Én nagyon szeretem ezt a kommentet, mert hosszan kifejtette, elmondta, hogy miért nem szereti, és igazából a töketele van vele, hogy ez van, és az ugye volt mellette, nem tudom, 42 komment, ami a kurva jó, még jó, még jó, még jó, Ez a reading the room, <gül> igen, <gül> az nem ment. És, de nekem tök jó volt, és a is stát teljesen korrekten válaszolt rá, hogy figyelj. Hát én ez szeretem azt, amikor egy kritika az, teljesen világos. Igen, és ért, én ezt elmondtam, hogy mi volt a probléma, ez tök érthető, elmondtuk. De hát az tegnap hasonlított minket a fiú. <laughs> jó, jó, de tegnap az... most a Q&A-ben azért szakmázás, és volt többek között azt is elárultuk, hogy miért van annyira kevés jó angol edző, ami azért szerintem egy egészen érdekes téma, és nem feltétlen csak egy Q&A-be való. <kül> Ennyi, Viszont ezért vagyunk itt. Amiért igazán itt vagytok, az a Turet. Először is. Daddy to make an entrance. MDD Puff, folytassuk még ezt az MDD Puffot? Szerintem lassan le kéne valamit. kicsit ez hát nem, én akkor csinálni, hogy hát ha minket is lelőnek, mint a tupakot. Hát mindegy, akkor p még a mai napon itt van. elő Csak mondd már el, hogy ez, ez, a komment, ez mi alapja? Tehát, mi volt hát az értelme? Meg... Hát, ha minket is lelőne? akkor, akkor nem lesz itt podcast, az Az várjál, az Saudi Liga, ahol lelőnek. Nem, ott radiátor van, nem? And the hardest B. broski. Ide jó, jó, jó. Vattával a zsebében. Na, most jó, jó, <laughs> uh, Ja nem, nyelvet nem néztünk, bassz meg. Hát akkor most magyar, A nyelvet vagy. nem nézni kell. Na Van egy egyébként egy ilyen nyelves témánk. Igen? A Q&A-ben, igen. Az van egy kommentem. Na, hát akkor Bence, egy van, szignált, van? légy szíves, magyarul. Ezt már kevésbé kölgök, de azért van, még... még mindig betegek. Mind a kettő. És hogy nem vagyok még beteg? Turet percek! Pina! Valaki nagyon beakadt minden műsorunk korábban nyomja, hogy Pina. És a kedvenc kommentem mindig, mert... Jön. Az ötödik tagunk, mint a tizenkettődik játékos a stadionban. Még annak idején a... Az NST-nek a hőskorában volt egy tag, Díszbohóc, Díszbohóc volt Hóz, a neve, igen. és ő minden egyes posztalá ugyanígy nem, beírt. Nem minden egyes posztalá, rossart. Ja, rossart tesztek alá. Ugye jut eszedbe erről a képről, és minden a bét, hogy pina. pina. De hát a... Valakinek a Premier League-ről de, is minden héten a legnagyobb a legnagyobb az az, Valaki minden adásból is mondja. A legnagyobb kommentje nem ez volt, hanem hogy minden posztalá beírta, hogy pina, és utána volt egy olyan rossart teszt, amin a mi az Isten, stadion volt fölülről fotózva a közepén a izén, és az megbeírta meg beírta, hogy sör. Azt mindent vett. Díszbócot, nem nézi a műsor, de... Milyen rorsak tesz? Rorsak, rorsak, tesz. Tudod, hogy ilyen alakzatokat mutatnak meg, és akkor mit látsz benne? de hogy ez került egy Sose értem ezeket a szarokat. Ilyen, kommentfogóként, igazából. Mi jut eszedbe erről a képről, típusú ja. Tehát, hogy például Tehát Benger, a Benger tartalom, csinál, csinál egy csinál. ilyet, ja, igen. Ja. Na mindegy, és mindenről a Pina jutott eszébe a stadionról, föntről meg a sör. Ha sokan ja. vagyunk így, férfiak. Ja. A stadionban vagyok, nekem is a sör jut először. igen. Na. Nem azt, hogy tudod, Egyes pontunk. Rossz hír, sajnos. Csábi Alonso nem lesz a Liverpool menedzsere következő szezontól. Ping -ping. Ezt ő maga nyilatkozta, de nem azért, mert hogy a Bayernhez menne, utóbbi esetében egyre inkább Roberto de gerbo írják, hogy ő menne, hanem marad a Leverkusennél. Mi történt itt? Megijedt a feladattól, vagy... Amikor kijöttek ezek a hírek, és meg először csak hogy az Atletik, Fabrizio Romano, mindenki elkezdte lehozogatni. Azt hitted, hogy már április elsője Nem, azt gondoltam, hogy, hogy ugye megy, megint megy a porhintés. De egyszer már beszoptuk a Csabi Alomzós Slow Sports News-al. Tolják fölfelé az árát, meg nem tudom, oké, értem. És amikor ezt csak mondták, hogy hát most akkor az ő is ezt bejelenti, majd pedig bejelentette ő is egy sajt akkor ugye elkezdtem elhinni, hogy ez valóban megtörténik. Akkor még a Deepfake-re kicsit gyanakodtam, de nem. Ö, szerintem... Másfajta tartalmakkal szoktam találkozni ilyen Deepfake témában. Igen? Mennyi, mennyire rossz hír ez igazából? Szerintem rossz hír, alapvetően már a legjobb kandidáns az kiesett Liverpool számára. De... Pont, amit most azért elég sok helyen lehet hallani, hogy ők alapvetően ebben eléggé tisztában voltak. Talán egy hónapja is, amikor megkeresték igazából ezzel a, a Leverkusen-t, akkor azt mondták, hogy hát figyelj, ez nem így lesz, nem fog eljönni, és akkor még valószínűleg azért például akár a Bayernnél, vagy bárhol máshol felmerült, hogy jó, azért meg fog győzni, és el fog jönni. És azt gondolom, hogy emiatt a Liverpoolnál nem akkora a pánik, de az biztos, hogy szerintem a legjobb esélyes, aki lehetett volna hozni, és ebben a legjobb edző, aki azt hittük, hogy a piacon van, az most nincs a piacon, és így a Liverpoolnak ehhez hozzáállnia. Lehet, hogy elveszítettetek egy edzőt, de lehet, hogy nyertetek jövőre az, egy hogy új parkolót parkolót lehet, hogy nyertetek, a személyemben. De elvesztettek egy edzőt, de lehet, hogy ja, nyertetek Amorin, egy barátot. <laughs> az is jó lett volna, Rúben. de arra gondoltam. Rúben. Hát igen, én, én nem már azért tényleg az Amorim talán a, a top 1-nek néz ki egyelőre, de én meg azt gondolom, hogy a Liverpoolnál pont nem tudjuk pontosan, hogy mi van még. Tehát ez most azért még lesz pár hét, ameddig ö, bajnoki versenyfutás van, meg itt Európa Liga, addig nem fognak szerintem erősen bőszivárogtatni, utána majd azért meg fogjuk ezt tanulni, hogy lesznek akár új nevek is ezen a listán, szerintem, amit most nem tudunk, mert azért ö, eddig minden nagyon hiteles újságíró etletében mindenki azért azt mondogatta, hogy ez a az, az, az Csáb Jánózó lesz azért a legerősebb kandidáns erre a dologra, majd azt mondják, hogy jó, hát igazából nem is volt esélye egy hónapja se. Jó, át, tudjuk, hogy átigazolási hírekben legyenek az edzők vagy játékosok, minden újság elég. Ja, Mélyre süllyedés. hogy ott Fabricio Románóra szabad csak hallgat. én, én is azt akartam ja. kérdezni, de Románó mit írt ki utoljára, megnézem. Amíg megnézed, addig, én addig én azért elmondom, hogy egyrészt én nagyon meglepődtem ezen, viszont nagyon becsülöm. Én annak nagyon örültem volna, hogyha a Liverpoolba jön, mert azt szerintem szakmailag nagyon érdekes Na, lett azon, volna. Bocsán, azon lepődtem meg, hogy nem vált klubot. Igen, tehát ez az érdekes az egész történet. mondom, a Liverpool az szakmailag érdekes lett volna, szerintem neki is egy kihívás lett volna, hogy Klopp után egy picit a saját képére formálni De. a csapatot. A Bayern München esetében lettem volna egy kicsit csalódott, mert én azt érzem arra, hogy hát jó, most leültél a legjobb, legtőkelősebb legtőke, legtőke csapatnak a kis padján, ahhoz képest az, hogy a liverpool nel még egyszer neki futsz, és megpróbálod megismételni De talán ezt a szezon, volna az egy nagyon legészerűbb döntés a Bayern München, mert ott igazából nagy bukásnak azért nem vagy kitéve, mert. És akkor még a... ugyanúgy tovább tudsz menni a Real Madrid ha akarsz, tehát, hogy igazából hát, még nem... mindig nyitva van neki minden ajtó. Abszolút, egyébként. és a, a, aztán tényleg ezzel szembecsülni kell be, és aztán mindenki elmondja, hogy ő, a, ő, azért olyan fajta, aki úgy tervez. Tehát, hogy lerak egy tervet maga, és akkor azt végig fogom csinálni. És látszik, hogy most az volt a, terve, ja, a vagy... előtt sem sietett, hogy neki mindenképpen Abszolút, le kell ülni Híva. a Real Sociedad. Ezek keresték meg a is, több, mert több padot addigra még neki. A másik pedig, hogy a Leverkusen gyakorlatilag ugye azzal tudta meggyőzni, hogy ezt mondogatják, hogy év... ja, most a végén nem lesz kiárosítás a Leverkusen erre kíváncsi vagyok, és valószínűleg a Leverkusen megteheti ezt, mert nagyon hát fiatalok a játékosok. Egy... azért nehéz. Hát, eladják a vircet, aztán szerintem Még ő sem, ő sem kell szerintem eladni Most a... ezek 22-23 éves korában vannak most azok a játékosok, akik a legnagyobb, legfontosabbak. nem, Csak nincs kifutó hívül, szerződésük. Igen, tehát én azt gondolom, hogy siel megtehetik ezt, és azt mondani, hogy. Jó, azért az engem igényre. őszintén meglepne, hogy semmelyik semmi kulcsember nem menne el, de az val elég valószínű, hogy nem fog, nem tudom, három, a, nem fog a Virca, a Boniface is, meg valamelyik közép hátvéd ha is. Most éppen kéne, hogy azt mondom, hogy a Jeremy Frimpongot adhatják el, de talán még az őszkélszettje az, ami a legkönnyebben pótolható ebben. Ezt tényleg nem, nem nézett volna ki, hogy megnyered veretlenül a német bajnokságot, és lelépsz. Hát sőt meg ugye ő megnyerheti a német kupát Európa, is. Európa, Ligát? Európa Ligában Még, is ott Lászlát vannak, is. és elnézze most a West Ham-et, ugye legutóbb a teljes műsor beszélgettünk az esélyekről, hát a vesztem newcastle játékát, megnézve a Leverkusennek annyira nem lesz nehéz dolga, hogyha úgy védekeznek, mint akkor. De a bátorságról, hogy maradt a Leverkusen, ha már túl percek, akkor egy hasonló magvas nyilatkozatot szeretnék előszedni, mint amiket Babi szokott hozni. A Richard Keysik, a oh, bízborcot. Oh, Gondolkodtam a... rá, hogy berakom. De te idáig nem mentél le. le, le ne, ellen a a terapí... Richard az, az, nagyon alul van a Richard Keys. Én azt mondom, hogy merüljünk el a, ebbe a mocsárba arról do beszélgettek hogy, ütve, hogy mennyire, mennyire gyáva a Chabi Alonso hogy marad a Leverkusenbe és nem megy el mondjuk a Bayern Münchenhez tehát gyávon, mert marad a Leverkusen, és nem megy el a Bayern mert hát most te mehetne a Liverpoolhoz, Bayernhez, lehet még a Real Madridhoz is, Manchester Unitedhez, Chelseahez, szóval mikor lesz még egyszer hogy ennyien elit kispad lesz, szabadon hát, ő meg jövőre. inkább azt mondja, hogy, hogy marad a Leverkusen, és mennyire gyávó, ugye, hogy nincsenek meg a kohonez, tehát nincsenek meg a tökei ahhoz, hogy ezt a lépést meghozza, oh. és így ezt hogy válasz, hogy, éppként, hogy nincsen ez a e Ezt így hogy lehet ebből kihozni? Tehát, hogy ez egy gyáva lépés. Úgy lehet kihozni, hogyha abból áll a teljes nyilvános perszónát, hogy mindig ellenkezőt mondasz azzal, ami a normális felfogás a szituációknak. Így. már ha ezért fizetnek, úgyhogy azért könnyű. Jó, szerintem annyi, tehát annyi tényleg érdekes ez, hogy momentumok, azért az embernek az élete, ezt a momentumok alapján megy. És éppen mindig az a kérdés, hogy eltalálod a momentumot, és akkor lépsz -e, amikor tényleg megnyílik azok a kapu, vagy pedig rossz ütelme, később, vagy, vagy időmet csinálod meg. És most neképpen éppen itt van egy pillanat, hogy nagyon nagy padok szabadulnak fel, még egész jó állapotú csapatokhoz is mehetsz oda igazából, és csinálhatsz ott megint egy nagy sztorit, és ha ezek most akár jövőre, a, vagy most a Bayern és a Liverpool jót választ ki, akkor két ilyen kispad kiesett, és azért ebből tényleg kevés ilyen kispadból. Persze ott a Real de azért... Tehát, Jó, hogy... de ez, ugye, ez az a féle -en ennek a szituációnak, ami a pozitív oldala. Ezt én úgy is elmondhatom, hogy hát igen, felszabadult a Bayern München kispada, ennél a klubnál nem tudom mikor volt utoljára ekkora felkavarodás, meg káosz, mint ebben a pillanatban. Felszabadult a Liverpool kispada, de hát mondjunk már egy olyan klubot, ami egy akkora edző egyéniség után, mint Jürgen Klopp, sikeresen vette a következő akadályt és a következő edzőt hát, jól választotta ki. Emery, Gerard után az azt, ami mm, Na, akkor szerintem most kell tovább <laughs> menni Olyan, a következő azt, az, az, az Emery után mást mond. <gül> 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 akkor viszont tényleg mentünk volna <laughs> egy koszolni, Terenc. Nem, 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 tudom, emlékeztek -e még arra, amikor a, a Liverpool, a Sextrában végigvettük ezeket az edzőket, és a, Én emlékszem, a, voltam. Ti biztos voltam benne, csak a nézőink felé szóltam, akkor is azért a... A, műsor, amiben nem szólasz meg. Így van. Uh, ott ott az pont a volt egy néhány egyszer. perc, a csábi állózóval kapcsolatban, amit végigmondhattam, és pont ezt akartam újra felhozni, hogy ő elképesztő módon baszk, hogyha úgy nevelkedsz, a, nem tudom, az, é az életed első 16 évében, hogy a körülötted lévő környezet arról szól, hogy a meglévő erőforrásokat a lehető legnagyobb figyelemmel, legnagyobb odafigyeléssel és legnagyobb türelemmel próbáljuk meg Jó. a legcsillogóbra. Aztán másra fut ez ki, de nem. De Jézus Krisztus. De, nem! De eszembe se jutott. baszk! Így is lehetett volna. A lényeg az, hogy Csabi Alonso pont ugyanígy egyengeti a saját edzői karrierjét is, mint amiben ő nevelkedett annó, és ahogyan őt nevelték a lehető legaprólékosabban, a lehető legnagyobb odafigyeléssel próbálja meghozni a tökéletes döntést, akkor is, hogyha erre várnia kell. Ha vagy csak OCD. -t. De a Robert Odezerbi, lehet... Bayern, erre nem mondtak semmi. Itt idéz, amit ilyenkor mindig szoktál. mondt, fogják visszavinni. Hát így, könnyű tudod. Akkor Én is beszélgetek emberekkel. ne <laughs> Nehogy azt higgyétek, hogy csak ti. Ja, tényleg téged külföldiek is követnek. Hogy ki tudja, hogy mi Köztük Ó, a héten milyen lájkot kapott a Pit? Milyen? Ja, no Ugye, uh ő a, a foci Twitter jézus legalábbis I saját magára hivatkozik. Minden héten hát mondja Saját maga szerint ő az. De, de hát az az azért self -marketingben jó, a self-marketing elég erős. A self-proclaimed messaja <laughs> Az biztos. Éjáj-ként találjátok a Twitteren, érdemes elolvasni pár posztját, és ez. aztán többet nem. Jó gondolatai vannak, csak kicsit személyiségzavaros. Igen, amúgy nagyon jó gondolatai vannak, tehát kifejezetten értékes, de az. Hát Úristen, azért, hogy... Na, annyira mentális beteg ember, nagyon kevés valaki írogat az interneten, mint ahogyan ő hogy... kire Hasonlít? Itthon? Semmi kép. -se. Semmi... Na, nyújtanom játék neked, Péter. Emma Hayes, Nagyon futott ja. a hétvégén, uh -huh. nem biztos, hogy a. Dögdösődik. Ez a legutóbbi. Hát ilyen performance, minek hívjuk? Performance utáni nyilatkozat. Kicsit meséljél, hogy mi történt itt kezd kiélesedni egy elég erős ellen uh, hát ez az vár... női csapata és a Chelsea. Az női ugye csapata megvan már egy közben. ideje, ugye itt a női fociban azért nem voltak meg az edzők között ezek a nagyon komoly összefeszülések korábban, mint most ugye most már második éve. Jonas... A nőkkel nem jó összefeszülni. Sőt, most már harmadik éve, bocsánat. Van meg, sértődés. Jonas e. és, és Emma héz között, ugye ez véget fog érni, tehát ők most találkoztak utoljára, hogy ez Emma héz megy az amerikai válogatott szövetségi kapitánya lesz, tehát szezon végén elhagyja a Chelsea de hát méltóképpen sikerült elbúcsúznia. Ugye most rendezték a hétvégén. Zero facts given, ismerünk még valakit, aki nyomja most. A női digokupának a döntőit hosszabbítás után megnyerte az Arsenal. Ez. Hogyha valaki esetleg nem nézte volna, meg tudom érteni, mert sajnos egybelógott a Manchester City arzenállal, úgyhogy a hosszabbításról sajnos én is lemaradtam. Ilyen Melyik módon? volt a jobb meccs? <laughs> na, na, rossz volt egyébként a kupa döntő is, tehát, és na, szerintem kevés volt. a hétvégét Na, de ez az Emma Hész, Jonas Heidel, a, a Brighton parádés volt. Arról szólt, hogy a mérkőzés előtt megegyeztek arról a csapatok, hogy akkor egy labdával, vagy több labdával fognak játszani, mm. ez a játék újrakezdésekor nem teljesen mindegy, és a chelsea úgy határoztak, hogy ők kérésükre egy labdával játszottak. Általában szokták. Majd a az hozottam. egyik <laughs> majd az egyik újrakezdéskor a Chelsea-nek az egyik játékosa egy picit lassabban végezte el a, a bedobást, pontosabban kérte, hogy akkor dobják vissza a másik labdát, de nem volt másik labda. ezt tudod, hogy hadd közön, mert a kisfiam a voltam most tegnap egy helyen, ahol lehetett csocsózni, és boroszan szeret csocsózni, az a négy éves még nem akkor a király benne, de, de ügyes. És hát ő az, aki egyszer, amikor a nem tudom, negyedik meccset játszik, akkor Örget. Be, be lászok, persze, de be, néha kicsit unni, és így néha rátol még egy labdát közben. <laughs> és akkor érzem az azt, hogy jó. A, 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 akkor az az, hogy a történet, mert az ember már tudja, hogy mivel mit csinálsz. Óriás, és mindig ezt érzem bele, hogy beküld még a labdát, egy labdát, hogy egy labdára le tudunk odafigyelni, hogy akkor ő végig arra figyeljen, de beküld még egyet bele. Na, igen, csak egy. Mi lehetett ezen a szóval mérkőzésen? Szóval a, a bedobás szituációnál Jonas Haideváll elég Mél, csúnyán Mél volt. rám mordult a Chelsea játékosára, ebből lett egy kicsi konfliktus, De, majd mi, pedig... Dob már be, vagy mi? nem, nem tudom pontosan, hogy mi hangzott el, de hogy a mérkőzés Jó, után tudjuk, a, a kézfogásnál a vesztes féltől Emma héz úgy ment oda de hogy készfogásnál hát egy picit láttam. meglökte, majd pedig a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Jonas Aydevál egészen méltatlanul viselkedett a mérkőzésen, és férfi agresszió jeleit mutatta meg. Mondjuk elég érdekes lett volna Jonas vált, hogy a női agresszió jeleit mutatja meg azt mindenképpen megnéztem Elkezdünk. volna. Dehát, mint ahogy, Mi megyünk most bele, az meg. Tehát, mint ahogy... Négy férfi beszélget a női ügyekről. Igen, Na, van. Emma Hayes beszélget itt férfi agresszióról, tehát azt ő sem él, élhette át, szerintem. Na minden esetre, amikor ott a kloppékkal, meg vádvalékkal kapcsolatban elmondjuk, hogy mennyire rossz vesztesek, ugyanez egyébként a női futballban is igaz, női vezetőedzőkkel is. Emma Hayes is, mint a világ egyik legjobb edzője, ő is borzasztóan rossz vesztes. Elsődlegesen azért mindenki szerintem sportember, és így is kell őket kezelni, nemtől függetlenül, és ez ve, némi velejárókkal jár akkor, hogyha Én. veszít az ember. Néha mondjuk a Bence behoz egy-két női energiát ide, mert van egy kis feminim <laughs> oldala. Amit szeretek egyébként, más kell ide. <laughs> ez most miért? Az az egy. <laughs> És ez nem be tudom, be. hogy dicséret volt, vagy De vagy. Ez egy dicséret, dicséret volt. volt. Én Na mondjuk igen, mert a rossz mamból érkeztél vattával. Igen, ja, ma kétszer Jó, volt hát. rossz volt. És tényleg. Az, az mondjuk gyanús. A egy nap kétszer az, az első körben, az ezt magyarázatok meg nekem. Az első körben kerestünk ecetet, majd oda mentem az eladóhoz, és mondták, hogy hát az sajnálom. Majd... Miért nincsen ecet a rossz mamban? Hát az nem, az nem egy élelmiszer volt. Hát egyébként, nem, van egy csomó kaja a Rosszmanban. Hát jó, ilyen, van egy egész pultnyi kaja, meg biokaja, meg nem no, tudom hát micsoda. Akkor igen. legyen bio vagy valami. <gül> <gül> Mi, miért nincs ecet? Hát a fél ország ecettel takarít. rossz a Rosszmáskosz szoktam részeg vagyok és csuklak. U, az boroszan kimarja az egész belülről mindent, azt tudod. Működik. Ihatná hipót is. sokkal egyszer visszatartani a lélegzetet. Nekem az nem működik. Tudom, hát ez... Na, azt Kedvenc számaim, ez nagyon tetszett. 180 percnyi játék, egy arzenálgól, nulla citygól, és összesen hat kaput eltaláló lövés volt ezen a két bajnoki találkozón, és ugye hát előfordulhat, hogy idén még meg kell néznünk két city arzenált. A BLM-en. sem ezt a a Tomán, Csak, meg az ígérni. Ez, ez a foci. Nekem erről szól. <laughs> Nekem erről azért jutott eszembe, mert pont a héten láttam az alusnál a Godzilla vs. Kong az első, az első, részben még egymás ellen küzdöttek, most a 2024-ben New Empire-be ott meg összefognak, és egy nagy ellenséget kell legyőzni. Hát Van idére... a filmben baby kongok vannak, nekem ennyi van meg, hogy kicsi baby kongok. De az akkor nem jelent hogy az egy gorilla. True, true. <laughs> szóval okay, jó, jó megfejtés igazából. Az, 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 a kopasz meg a hajas összefogott, hogy kinyírják a neutrális szemeket, de gondolom, ti élveztétek ezt a hát, valaki ebből a csoportból, valaki meg nem. De hát erről még nem, meg nem tudom. beszélünk. Nagyon-nagyon-nagyon hosszú. Nagyon, hosszú, nagyon, hosszú lesz. Elő. a Kongnak a Koponya sziget én, azt én szerettem. Az jó. Az a vicces Godzilla az Minus van. vant nyalták fel, hogy az, az egy jó, jó Godzilla film, mert az egy autentikus, mert azt tényleg a japánok csinálták, nem egy ilyen amerikai borzalmi. Ah, a sógóra én is kezdek. Na. Na. Na, ugye? Mondtam, mondtam. Nézzétek ti is a sógón, mert nagyon jó. <laughs> Tudunk japánul. Yamya! <laughs> <laughs> Ezt a szót még eddig nem hallottam. De hát elég sok szex jelenet van, szóval hogy tulajdonképpen. Ja, hogy ne jaj. a gyerekkel nézd, az, az nem... Ritkán szoktam megmondani őszintén, hogy sorozatokat nézni, a gyerekek ilyen felnőtt sorozatokat. Hát Tehát, nem, hogy nem, 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 olyan van, hogy néha elkezdtek valamit a háttérbe vacsora közben nézni, és akkor ők rohangálnak, Bocsadat, vagy fürdetitek, vagy nem. Szerintem menjünk tovább. Tudom, nem, nincsen gyerekem, hát most kérdezzük. Kedvenc kommentek, rovat. Az Arsenal kis csapatként játszva nagy nehezen begyűjtött egy pontot az Etihadban. Ez lenne a legjobb PL, csapat a PL-ben. Vicces. Állítólag kértek egy labdát a második félidőben, időben, hogy ők is focizhassanak. Ezt egy előfizetőn küldi nekünk sok szeretettel. Hát pedig nem, ez nem Q&A, hát, mondjuk nem is volt kérdés. Sajnos én válaszoltam rá, szóval lehet, hogy már nem előfizetőnk a fiatal. Jaj, nem jó ötlet ott fikázni így az arzonált, ahol én vagyok az admin. Szeretjük a... Na mindegy, a kedvencem, az igazán kedvencem, az a kedvenc blogomról, a Stratford Endről érkezett, ahol igen, ugye a megérkeztünk. greatest én, én nem gondoltam, hogy minds. ennyiszer fogjuk ebben az adásban megidézni az előző tíz évnek a hazai futball blogjainak a felületeit. 90 percnyi színészkedés, reklamálás, darálás, az egész nyomokban sem tartalmaz focit. De majd erre ugye válaszoltok hosszabban, hogy mi volt ez a meccs. Viszont, kedvenc nyilatkozatok, igen, ez a Rovat United-es része. Amíg jönnek az eredmények, addig nem zavar. <laughs> Red flanges. Több második labdát veszítettünk, és ilyenkor muszáj védekezned a 16-oson belül, és mi ezt tettük egészen jól, plusz van egy nagyszerű kapusunk is. Kapjuk a lövéseket, de nem kapjuk a gólokat. Erik <laughs> 2017. augusztusa egy Wimbledon elleni Liga Kupa meccs óta a Brentfordnak ez volt a legtöbb lövése egy mérkőzésen. Ebbe ugye beletartozik az a Championship idén is, amikor ők labdát tartva széjjel dominálták a teljes mezőnyt, és ak jó, azért annál, amit a Premier League-ben látunk, túzásokra. annál jelentősen dominánsabban és kontrollszerűbben no játszottak. Twitter, akkor Jesus. sem jött össze egyetlen alkalommal sem ez a lövésszám. A Manchester United, igen. Én ezt már héten a Pittel már elvégszerültem, hogy én vagyok a no new Azt, láttam, nem tetszett. Na mindegy. Hát. Erről ennyit? Szerintem a második. Te, nagyon, te megosztottad ezt. Nem, tehát ez Twitteren, hogy red Ez az. Tehát amikor egy, egy edző arról beszél, Erről hogy őt nem érdekli. Egy sok lövés konkrétan teljesítmény, amíg az eredményekben nem mutatkozik meg, tehát gyakorlatilag letakadod azt, hogy neked valamiben fejlődnöd kell, legalábbis a nyilvánosság előtt. De, de az, is, de az is visszás, amikor kifelé valamit mondasz, ami ennyire más mondjuk ahhoz képest, mint amit, hogy befelé kommunikálsz. Szerintem ez egy iszonyatosan minősítetlen dolog, amit a telhák csinál most már minden egyes alkalom, amikor meg kell szólalni a bármilyen mérkőzés után. Akár nyernek, akár veszítenek, akár jól játszanak, ez keves, kevesebb szer van, akár rosszul játszanak. Ez, ez az a pont szerintem, amikor egy vezetőségnek mindenképpen meg kell hozni azt a döntést, hogy hiába lehet még akár vele is jobb ez a csapat, de hogyha így kommunikálsz, akkor az egy ilyen szintű klubnál nem folytathatod. Így. Hogy ez miért van így, azt tényleg meg fogjuk beszélni majd a második témánkban. Ö, így van, de ami szerintem ennél egy, még vagy még egy másik aspektus ennek a dolognak, hogy a héten megint Twitteren kirobbant az ilyen Manchester United-es szakírók között, hogy hát ők még továbbra se értik, hogy miért van az, hogy a Tenhág nem látja ezt, hogy mekkora területek nyílnak a pressingben az első vonal mögött, és hogy hát a Brentford folyamatosan a szárnyvédők felvették hatalmas területben a labdát, és hogy kapják a lövéseket, és most nem érti, hát hogyha egyetlen egy kérdés föltetne az Erik Tenhágnak, akkor biztos az lenne, hogy miért nem változtat ezen Tenhág, és szerintem erről mi már ugye beszéltünk. Na, majd hazudik valamit, hát nem is játszunk emberfogással. Hát ez is egy potenciális válasz, de valószínűleg egyébként inkább az a helyzet, amit mi is mondtuk, hogy a Ten ezt szeretné látni a pályán. Tehát ő azt gondolja, hogy az egy jó trade-off, hogyha mi lezárjuk a pálya közepét meg fönn van annak a támadók nagyon magasan, és abból néha szerzünk labdákat, akkor az összességében nekik sokkal jobb, mert hogyha sok átmenet van a meccseken, sok az akció, az sokkal jobb, mert ebből az ő csapata jobban fog kijönni, mint hogyha másként lenne. Tehát két éve ezt csinálja, az Ez a Brentford elleni meccs azért volt nagyon jó, mert szépen keresztbe rakta ugye az egykori 4-0-ás vereséggel, amikor ott ő teljesen mással megpróbálkozott még az előző szezon leges legelején augusztusban, és igazándiból ahhoz képest tényleg nagy a különbség. Sokkal a, rosszabb. Sokkal összességében teljesítmény tekintetében is, meg a, az azt követő váltás között, tehát mondjuk az első Brentford elleni meccs utántól kettő héttel, viszont gyakorlatilag minimális a különbség abban, hogy a United mit csinál, csak igazándiból tényleg olyan, mint hogy egy ilyen mocsár lenne vagy nagyon lassan így egyre inkább csak belesüpednénk, és most már tényleg az van, hogy teljesen lényegtelen, hogy milyen ellenfelek jönnek szembe, akkor is minimum 25 lövés biztos, hogy engedni fog ez a csapat. Majd, majdnem olyan, mint a Róma. Jó, jó, vártam, hogy hogy lesz a mai de mai adásban, ez szépen beszúrva. Dánieli, nem kéne meghosszabbítani jaj, jaj. a szezon végeztével. Én tudom, mit akar eddig tehát csinálni. Ő azt akarta, hogy egyszer elérni azt a fajta magasságot vagy mélységet, már, kinek hogy tetszik, a partner, amit, azért amit egyszer minél meg is fogja. az Unai emery mm -hmm. is sikerült az Arzenál kispadján, amikor a Watford ellen a 37, sikerült 31 lövést 37. benyelni, én direkt néztem, már szurkoltam, hogy a Brentford ellen legyen már meg, hogy pipálhassak és innentől kezdve focizzanak normálisan. Még nem, De nem, megvan a 31, úgyhogy innentől no, kezdve ezt nem kell elröltetni. Jó Másik nagy Kedvenc. Azt, azt beszéltük, hogy a mindig csak maximum kettő ember reagál nem tudjuk <laughs> Hát, meg szóltam, Kapu előtt a világ legjobbja, az öc játékának szintje. Nagyon rossz, majdnem olyan, mint egy League Two játékos. Ez ugye a az a harmadik, ugye? A har negyed osztály. Negyed, az már negyed osztály. Roy Kim mondta ezt Haalandról. Egyébként ez a válasz arra, hogy mit csinált az Arsenal a City ellen, mi azért mentünk oda, hogy ezt utána Roy Kim el tudja mondani <laughs> Haalandról. Úgyhogy szívesen, ingyen volt. Ennyire rossz volt Holland a meccsen? Hogy hát, ezt majd megválaszoljátok mindjárt. Ugye megint az volt, hogy ott volt Saliba és Gabriel, őket meglátta Erling, és így mondta, yeah. hogy ó, no ő így ebből kicsek volt. No gozo. Mert egy picit most már ő is kellemetlen neki, ez hogy harmadjára találkozik velük a szezonban, és szegénynek csak ott a momentuma nincsen ezeken a, a mérkőzéseken. Ez főleg arra gondolt egyébként Roy Keane, hogy egy nagyon jó befejező Holland, csak hogyha nincsen helyzete, akkor, akkor nincsen igazából semmény. mezőnyben a hozzáadott érték az gyakorlatilag egy ilyen negyedosztályú játékosének feleltethető meg. De, elmond, hogy nem de majd kedves. megtanulja. Majd megtanulja. A roly, ez nem kedves. Tehát felmentette, hogy majd egyszer megtanulja. Majd ő megtanítja. És hát záró. Megjött már a Netflixre a triplázó Cityről a dokumentumfilm, de valamiért nem a True, true crimeok ok közé sorolták be. Ja, mert... ilyen FBI-os logó volt az elején. <laughs> Valamiért nincs. Na, ezek azért adóhatóság. <laughs> hogy a 115 vált pont állítólag meg sem említik a filmben. Én, hogy... én azt olvastam, hogy ne ilyen motivációs a eszközként megjelenik, mint amit feltételeztünk is, hogy a Guardiola ezt befelé úgy kommunikálta, ja, hogy, hogy világ van ellen. Na, szóval hogy... majd meg fogjuk nézni. True Crime. Csinálunk belőle kibeszélőt. Romantikus mígjáték. Forró rakások. Na, gyors forró kört szeretnék hallani mindenkitől. Uh, én most utolsó leszek. Köszönjük jó. szépen akkor a kezdem én. focitúr támogatását. Akaratuk ellenére ezt a romkot. Ezzel kell. Felválják. Most nagyon jó volt. Ez semmi extra nem volt benne. Nem, most annyira nem tetszett. Én hattam volna jobbakat, jobbakat, régen de... volt. <síns> <síns> szóval az én forró rakásom. <síns> Egyébként régen tényleg jobb volt a turelc. Az első öt, az tök jól sikerült. Nincs rá idő. Kecsisok minden jól van. Lett egy munkám. Ez ilyen, hogy mikor a, én egy, egyslágeres zenekarok, meg egyslágeres énekesek. De azt végtelenségével lehet ez, ez nagyon fog ja, bár a Bármilyen koncertre elmész, az működik. Végén berakod. Saját koncertünkön hova is. Vál, vál, azzal jönnek oda az emberek, hogy a turet életem legjobb dolga. Szóval. Nem közönség Az Everton. Az élet. De tényleg. Orró rakásom az, hogy az Everton konkrétan a 17. forduló Én óta... Mondom, hát nem tudtam még elmondani, de az hát, Everton a 17. forduló valaki. óta nem nyert mérkőzést a Premier League-ben. Egyetlen egyet sem, legutóbb a Burnley-t voltak képesek megverni. Mondjuk cink. Idegenben. Ez így van. Cink. Kilenc, cink. kilenc mérkőzésük van még hátra ebből a szezonból. Viszont én azt állítom, hogy ebből a kilenc mérkőzésből ötöt legalább meg fognak nyerni. Szuk a sorsolás. Elmondom neked, a Newcastle United-del játszanak idegenben, a Burnley-vel játszanak otthon, a Chelsea-vel játszanak idegenben, a Nottingham forest otthon, a Liverpool-al otthon, a brentford otthon, a Lutonnal, idegenben, a Sheffield United-del otthon, végül az arsenal zárnak idegenben. Ó, tehát játszanak az összes kiesővel, forest -tel. Mondjuk ugye kvázi ők is még picit... Mm. Hát, ha jelöltek, szóval... ezek, ezek, december óta nem nyertek mérkőzést. Én ezt értem. Eben annyira nem ezek rosszak, ezek, hogy ez így. Többek között van olyan jön. csapatok ellen nem nyertek mérkőzést, mint például a Luton Town, az Luton Aszton, Town. a Crystal Palace, a Jesus Wolverhampton, a West Ham, Aki tudja, hogy meg, az írja be kommentbe. De ha már kommentek, mi az Isten történik? Forró rakás szinten a kommenteknél? Kurva jó szerintem. Jaj, hát tényleg! Csak mi a faszom hát a, Az előfizetéses fővésor alatt úgy megigazultam, el is felejtettem veretni rá. Hát ott mindenki írta, hogy Jaj, egy másfeles, 1,75-ös, egy egy hogy kurvára lepontoznak. De ezt most a zsomeg beírja valamilyen táblázatban az nem, most, ilyen most még nem, tett, nem vagy számít, vagy ezek még csak ilyen jelzésértékű dolgok. Igen, hát számít, nekem de mindenki elmondta, van. Legalább 40 ember elmondta azt, hogy igazából valóban én csinálom ezt az egész műsort úgy, hogy ilyen forró rakásokat rakok. Nem ott 40, de pedig 35 volt. Na, hát az nekem elég <laughs> tutisztok. De hát ez van. Uh, Pit megint tutizik. Mert ugye a Newcastle, a Evertonnak a... Tuti tippem az, hogy az Everton, még december óta jó, nem nyert az mérkőzést, az utolsó kilenc mérkőzés, az, 9 mérkőzés az, az nem kevesebb, Nem, mint mint ötöt nem esett ki a Premier league soha, és most ki esett. Ez de ez... mondjuk ez tényleg egy kettes szorzó. De, de, hogy kettes szorzó. Úgy, hogy játszanak vele a Burnley-vel, a A Lutonnal és a sheffield -el. Tehát játszanak a négy, négy legrosszabb csapattal a Premier league -ben. Ha azokat megverik, akkor ezen kívül egy győzelmeket behúzniuk a Newcastle, a Chelsea, a, igen, a Liverpool, orzánál Arzánál a Brentford ellen. És a Brentford is igazából az egyik jelenleg legrosszabb csapat. Szóval én másfeles tudok erre adni, és akkor nem tudom, simogatós vagyok ma. Le legyen másfeles. Valaki beírta, a valaha volt leggusztustalanabb kommentet, amit nekem szántak, ami így szólt, viccelek egyébként, hogy én vagyok a forró rakások Zsozé Murinyója, -ja, ami rögtön. akkora a személyes értés volt, és sikerült is beteletet. Ezért írtad, betalált, és még be is olvasom, úgyhogy minden rendben így van. Így kell bekerülni a műsorban, igaz? Mindenki vipált. A márk az a forró rakásoknak a Puzsér Robertja, tehát, hogy ide jó rakással nem lehet érkezni, ha azt bemondod, hogy kiesik a Wolverhampton év végén, akkor az kettes szózó. Talán. Ja, talán o, o, a De megnézi a, me a sorsolást, és megállapítja, hogy hát igazából ez alapján annyira nem is forró ez. Mondjuk a abu, abu ebbel, a ebbel, mint már, a Robi legutóbb. Most már éreztük, hogy amilyen a kevés mérkőzés van hátra a szezonból, az XG differencia az eredmények szempontjából azért egyre kevésbé. De mivel most elevás. egy meccsekről beszélünk, nem arról, nem arról beszélünk, hogy nem azt mondtad, hogy nem tudom, tizedékek lesznek. Mert azt mondom, hogy igen, akkor írj el, vás, mert nagyon kevés meccs van hátra. Ön, én azt mondom, hogy a hármas bajnoki versenyfutás három résztvevője nem fog több pontot veszteni összesen, mint hat pont innentől. Hát ezt nem nagyon kell nézegetni, Pít, az azt jelenti, hogy vagy kettőször kikaphat a három csapatból valaki, vagy, vagy Három döntetlen, ha jól számolom. Uh -huh. Tehát mondjuk egy-egy-egy döntetlen, vagy kettő. Ké, egy. Melyik az a három csapat? Aston Villa, Newcastle, Spurs. Nem is tudta, de Postek. Nem az, akivel mind a három csapat játszik. Ja, még. Wolves, Brighton, csak a, és Tata, nem a, nem. Ki Tata, a Wolves. És tudom, nem. A, a Gary Gerionia. Sok sikert, Geri. Tehát Emery meg fogja itt eldönteni a bajnoki címet, bazd meg. Hát ez azért szégyen. az Arzenának van egy elég szopó sorsolása. Kidegenbe játszanak még a United-del is, meg a Tatánban is. Fú, jól lenne az Ultra Fordon vágnánk egy négyet. Ott leszünk bajnokok, de... <laughs> Juh, úristen, mekkora mondások vannak már itt. Ez kellett volna itt. megjel a Ez akkora hármas szorzó, nem egyszer már. Fél de ez meg írt be, Na, kettes mehet is rá. Mennyi, így kell bazd Olyan kettes a pinnek a forró rakását, amire a kettes kapott. Ah, jó, adok rá egy kettest, mert én emberileg azért szeretnék helytállni még. <laughs> az nagyon erős. Mi <laughs> Jaj, de jó. Honnan jött? Emberileg <laughs> helytállni szeretnék. Mert ugye nem azért... Nem azért pont azok le, vagy pontozok fel dolgokat, arcsra. mert hogy engem az bármi befolyásol, én ezt csak érzem, és erre megadom is a két pontot. A, ezt a szezont is, nem? Az, az elég forró, nem? nem az Az. Na Bence, gyorsan aztán rátérünk a... Na no, én nekem jó, a, a Kapcsolatos, a Bournemouthnak a maival ugye kedden veszik föl, ma még van este egy meccsük, az még ilyenkor nem kezdődött el, úgyhogy ez még beletartozik. Van összesen uh, 9 okay. mérkőzése hátra, ez azt jelenti, hogy 27 pontot szerezhetnek. Én nekem az a forró rakásom, hogy ezen a, ezen a 9 mérkőzésen a 27-ből ők legalább 20 pontot fognak szerezni, pillanatnyilag 1,3-as pontátlaguk van az idén egészét tekintve. Ez azt jelenti, hogy kettes fölé mennek erre a maradék kilenc meccsre. Kettes, mert én látom a sorsolásokat. Hát a kettes is. Csak hogy esetleg ti is képbe legyetek, a Crystal palace játszanak. A <laughs> Nem A Luton <laughs> town a Manchester united az Aston Villával, a Wolverhampton-nal, a Brighton-nal, az arsenal a brentford és a chelsea Tehát nem egyszerű a Történet, úgyhogy én erre megadom a kettest. Ja. Tehát, hogy még javítanak is a pontátlagukon ezeken a meccseken. Értem, hogy honnan jön, mert hogy is fociukat tudják ezeken a csapatok ellen játszani, kis de, fociukat. de nem nem tartom valószínűleg, úgyhogy... Ez most kintúlálok. a dupla zsetontolás a szezon elejéni de, Bormusz de, Látom, hát, Tudsz te, ha akarsz. Na, köszönöm szépen. Úgyhogy kezdhetjük az első témánkat. csak no, a pitt utazott. Egyes pont. Milyen Valaki egy jó meccs. Hát a közvélemény szerint semmiképpen sem olyan, mint az idei harmadik, és igazából előző, vagyis hát tulajdonképpen mind a három idei Manchester City Arsenal, ide ugye beszámítjuk a Community Shield-et is. I Úgy van. három, ezt megkérdeztem, azért tudjuk. Én. Én ki kim voltam azon a meccsen. Jó volt. Én is a Dürerben. Michael Arteta és Pep Guardiola úgy megreformálták az angol futballt, hogy az idei szezon egymás elleni meccsén általában nyolc középhátvéd és négy védekező középpályás, illetve csomó magas, erős és atletikus fickó rugdalta a labdát, meg az ellenfeleket, a két csapat pedig gyakorlatilag teljesen kioltotta egymást. Az emirates és az etihad is összesen 3-3 lövést talált el a kaput, a mérkőzések képei pedig olyanok voltak, mintha ugyanazt a filmet raktuk volna be újra és újra és újra. Mi lesz velünk, ha Klopp a is elhagyja a Premier league -et? Ilyenek lesznek a jövő évtől a csúcsrangadók? Remélem. Alá, alá, áll, áll, kérdés, kérdés, kérdés. <só> Terence, egy Aikos? <só> Hogy is van ez? <só> mi, mi? Gyere, ez egy ajkosz. Még most! Még mielőtt elkezdni! Gyorsan, ezek a nulla ról fognak egy órát beszélgetni. Egy órát? nem viccelj már! Nem, de Jó, az, mindennek van egy határa. Valahogy fordítsuk be úgy a kamerát majd, hogy csak ők hárman látszódjanak. Ne legyen a képbe, úgy meg tudjuk vágni, nem? Le. Bocsánat, kis technikai. Ez, ez most, ez már valóban. Tesszük. Jó. Csak hogy most ez Megállás is tényleg? Vagy most hadd nézzék a nézők is, hogy hogyan készül egy Premier League. Jó, a a márkot. megyünk a Mi? rágyújtani. Hú, arra válaszoljunk már, hogy nekünk tetszette ez a mérkőzés, hogy találtunk -e egyáltalán benne valamit, amit élvezni tudunk. Na, de ez most... Ez két különböző Ez, a, felítése a valóságnak. Ez, így történik. Most akkor megint Puzsi Robert, ezek tényleg most de ez amikor most... Így egy könyvet a vallásról szerintem. Na, nem, nem az Nem, arra... most, nem. de amikor a tényleg érdekli az az. az. az, nagyon nem, nem arról szól. Na, mindegy, nem a, amikor... a lényeg az, hogy ez amikor így valakit így fülön hogy valamivel, hogy elkezdi. Tehát, hogy, na most kezdesz el hazudni az, amikor elkezdi, egy mondatba föltesz két kérdést, és az egyiket, ha megválaszolod, azt mondod, hogy hát igen, volt benne. Látod, jó meccs volt. Nem. És ez egy, kívülálló számára, ami azt mondjuk, hogy a focit miért szeretjük? Alapvetően miért jött létre a foci is? Hát, a várakozás. Ugye az hát itt pont... váltál, az biztos. És a várakozás, a... de ugye erről szól a foci alapvetően, hogy nagyon-nagyon kevés esemény van benne, a gól a legfontosabb esemény, abban nagyon kevés van, ezért folyamatosan várakozol, sose tudod, hogy mikor történik valami, mert nem olyan, mint egy amerikai sport, hogy szépen lassan mennek végig, és akkor tudod, hogy ez a legfontosabb, hanem itt egyik pillanatra másra történhet valami. Na most ez a meccs volt az, amikor tudtad, hogy semmikor sem fog történni semmi, mert ugye gyakorlatilag ez történt az egész mérkőzésen. Volt mondjuk kettő darab olyan periódus, amikor azt mondod, hogy most valamit érzel, és ugye ezek a, a momentumok, én azt, azért ez az nagyon fontos minden ilyen meccsen, és ugye azért ezt emlékszünk erre, hogy minden hazai <laughs> csapatnak mindig elmondják az edzői, a, akik idegenbe mennek, hogy hú, lesz 5-10 perc, amikor kontrollvesztettek leszünk, és akkor bejön a, az egész közönség, és onnantól akkor lesz azt a 10 percet kell, vagy túléljük hát ezek nem azok a meccsek. És itt gyakorlatilag nincsenek ezek, nincsenek meg ezek a periódusok. A Citynek volt -e, talán 5 perc, amikor volt egy ilyen, amikor nyomkották a labdát. Az, az első öt perc, vagy, nem, vagy micsoda? Am am amikor már másfél volt a két szélső, és ott, a, ott hmm. egész hosszan volt be volt am még nem cserélt az rt rá a Guardiolának a cseréjére. <hállt> hát kb. De a lényeg az, hogy és nekem ezért nem tetszett. Nem voltak momentumok ezen a meccsen. Szerintem alapvetően, és akkor számomra azt teszi jó vágy foci meccset, amikor azt érzem, hogy vannak változások. Vannak változások a... Olyan dolgok történnek kamerán kívül, amit nem akartuk közben itt. átrendezik a teljes szobát. A szóval a... És ezek a momentumnak nem hiányoznak ezek a meccsekből, a meccsekből. Amikor azt érzed, hogy amikor egy meccsen izgulsz valami miatt. Én azt éreztem, hogy a taktikai része az én nemnek, és szerintem, nem tudom, nekem van nem csak taktikai része az énemnek. Én az az kielégült pár dolog miatt, ami történt a meccsen, mert izgalmas dolgok történtek, még volt egy-két változás, és azért ebben sem volt hatalmas nagy trúvágy szerintem ezen feszültség a meccsen. volt ebben a meccsben rengeteg szerintem. Izgalom az nagyon minimális. Na és de, de a feszültség izgalom nélkül semmit se ér számomra. Hát de itt akkor meg is vagyunk a megoldásban, hogy tétje hatalmas volt ennek a meccsnek, ezt szerintem mind a két csapat felfogta, nagyjából ezért alakult úgy, ahogyan. De mivel nem kockáztattak, hogy ezt valahogyan feloldják ezt a helyzetet, így ennek megfelelően nem volt izgalom. Itt tulajdonképpen az a tétje, ami volt ennek a meccsnek, az nem tette szórakoztatóvá az egész élményt. Ugye a Thomas, Thomas Frankot megkérdezték erről a legutóbbi sajtótájékoztatóján. Ő azt mondta, hogy hát egy nagyon érdekes mérkőzést játszott egymással a világ három vagy négy legjobb csapata közül kettő, végére azért picit már untam. És egyébként én ezt értem, tehát ő még edzőként is azt mondta, hogy a végére picit már unta ezt a, az egész történetet, és hogyha én is úgy néztem volna ezt a meccset, hogy még nincs benne akár semmiféle érzelmi érintettség, akkor valószínűleg én is azt éreztem volna, hogy hát az ez, a mecc, ez a meccs egy picit csalódás volt, mert egyszerűen nem voltak benne események. De szerintem a nekem nem csak az esemény hiányzó belőle, hanem az, hogy pontosan abból a kottából ment ez vég, amit előzőleg megmondtuk, hogy mi fog történni. Hogy mindenki tutizik, és senki nem vállal be valami több kockáot azért, hogy ez eldőljön az a meccs igazából erre vagy arra. És ez mondja, a... Közben meg az a fura, hogy egyébként mind a két csapatnál voltak merő változtatások az alapjátékukhoz képest, amire azt mondja, hát ez mond például mi beszéltünk előzetesen erről a meccsről, hát szerintem azt, amit a City labdával csinált, azt kurvára nem mondtuk meg, hogy úgy abban a formában fog megtörténni. De közben meg egyébként valójában, ami ebből kisült a pályán is megtörtént, na azt viszont mindannyian tudtuk, hogy mi fog történni. Előre lehetett, Kevés esemény lesz, kevés nagy helyzet lesz, valószínűleg kevés gól is lesz, hogy ez mindig az van, hogy ezt elképzeljük, aztán lehet, hogyha az elején mondjuk AK befejeli abból a szögletből a Manchester City gólját, akkor egy teljesen más képet látok, mert az arzenál akkor elkezd kimenni, és ember emberen letámad, és mindez átéli hát az, volt az egész ilyen. forgatókönyvet, és voltak ilyen. ilyen pillanatok, főleg a második elején, ezekre is mindjárt kitérünk, de tény, hogyha az ember azért néz egy, egy foci meccset, hogy izgalmakat, sok eseményt várnak, akkor ez a mérkőzés csalódás volt, és szerintem külön kell választani azt, hogy mi az a mi a jó meccs, meg mi az élvezetes mecs. Uh -huh. Szerintem például a tagadhatatlan, hogy a Manchester United és a Liverpoolnak az FA Kupa párharca az egy rendkívül, egy minőségtelen... rendkívül élvezetes mérkőzés volt bárki számára, viszont szerintem, egy de, de elképesztő Igen, korás pont -e volt. Pont miatt szerintem azért, az, azért be vannak különbségek, hát azért nem csak az van, hogy, tehát nem a, a Newcastle West Ham, az is mondhatjuk, hogy hát mennyire jó, mert mekkora fordítás volt, de igazából megnézted a meccset, igazából az, az is, az is egy színvonaltalan Abszolub. mérkőzés volt. És a Liverpool Manchester City az egy borzasztóan idegesítő meccs volt, ha valaki a taktikai részét nézi. Ugye ennek a a meccsnek. Liverpool Manchester City volt az, ami egy színvonalában is rendkívül szerintem, magas minőségű. De ma a legjobb, szezon, volt szezon eddig legjobb szezon. meccs az, az volt. Főleg azért, mert ott egyrészt voltak momentumok, és volt változás abban, hogy kinél van a momentum, és nem az volt, hogy mindig csak valaki nyom, és a másik próbálja azt elkerülni, hogy ne nyomják agyon. Én, én valahogy én ezt keresem egy meccsbe, és én különben attól én valóban félek, és bennem tényleg felmerül ez a problémaként, hogy ha ez a két csapat lesz most az uralkodó hosszú ideig, és ez a, hát ha a Guardiola és akkor ezen változtatunk, de ettől függetlenül, ha ez a Guardiola ártéta itt lesznek, és csinálnak egy ilyen klop Guardiolás időszakot, és egy öt évet eszem fogunk végignézni, jó eséllyel ilyen mérkőzéseket fognak egymással játszani, mert a két edzőnek az alap felfogása és filozófiája szól erről, egymás ellen se adják fel, jól láthatóan nem történik meg, hogy feladják egymás ellen. Ezért folyamatosan ugyanaz a két filozófia ütközik egymással, ami szerintem is itt jönnek az ala kérdések, hogy én igazából mit szeretnék egy mérkőzésből. És mindkettő igazából el szeretném kerülni a számomra rossz eseményeket, nem pedig azon, hogy bármit felülírok azzal, hogy a számomra jó események történjenek meg. Mert tudom, hogy olyan keretem hogy ez 99 százalé van a mérkőzéseken, ez hozza nekem az eredményt. És tök igaza van, tehát, hogy ha ezt az ember leköveti, és igazán most nem tudom, hogy belegondolok, hogy befektetési dolog. Szeretnék olyan befektetési portfóliót építeni, amiben nagyon-nagyon kicsi a kockázat, de, és inkább nem nyerek akkorát rajta, de mindig hozza nekem. Szerintem ez nagyon sok embernek a sajátja. Uh -huh. És a Guardiola, meg az Ártét, a klasszikusan ilyenek, hogy nem szeretnék, a minimális kockázat szeretném azért elszenvedni, hogy valahogy az eredmény viszont összejön. És ennek a két csávónak az összeütközéséből ez jön ki. Ugye a Monty Pythonnak van egy erre egészen kiváló sketch, ez a filozófus foci. Uh -huh. Hogy amikor a kezdőrúgásnál elhangzik a síp szó a labda, az nem mozdul el, de hogy mindenki elkezd gondolkodni. És picit, ugye megállnak a frontvonalak így majd, hogy nem ez hasonló dolog történt ezen a mérkőzésen is. Az átétának a filozófia ilyen szempont egy picit más, hogy ő hogyan is szeretne még kontrollt kifejteni, de ehhez kapcsolódóan talán egy vagy két héttel ezelőtt a Martin Raffelt volt a John McKenzie-nek a vendége a, Ú, ez a, nagyon jó a a podcastjában. Szinte messze a legjobb podcast volt, amit ebben a szezonban csináltak, és ott beszélgettek erről a kontroll kérdésről. Uh -huh. És ott a Martin Raffelt, aki esetleg nem tudna, hogy a Hajduk Spitnél dolgozott edzőként. a Spielferlágerunk Spielfer az a... egyik szerzője volt, viszonylag sokáig, és a mai napig a Spielferlágerunk akadémiát viszi, tehát be lehet fizetni hozzá egy különböző kurzusokra, egyébként ajánlom, mert ez nem rendkívül megéri. Na szóval ő volt a, vendég, és beszélgettek erről a kontroll kérdésről, meg a pozíciós játékkal belül, és a Mártén Lefelt igazából azt mondta, hogy amikor arról van szó, hogy egy edző vagy egy csapat kontrollálni szeretné a mérkőzést, akkor arról beszélünk, hogy te a nulla nulla fölött gyakorolsz egyfajta kontrollt. Tehát te azt szabályozod le, hogy minél tovább az eredmény. Ez a pozíciós játékról van pozíciós okay, csak hogy ez és feljel... ugye egy, meg esetén ez ugye ilyen ez nagyon fontos, mondtajáló. hogy ez a, a pozíciós játék filozófia a kontrollt és a dominancia és a kontrollt választott el. Igen. És ez nagyon fontos tényleg az, hogy a, a domináns játék és a kontroll alatti játék az nagyon mást ad, mert a kontroll azért. Ja, jelenti... A itt a pont ezt szereti szétválasztani, hogy dominálni szeretne, és nem feltétlenül kontrollálni, és ezen a meccsen is látszott szerintem, hogy ő például el tud szakadni olyan merev dolgoktól, amik több nem tud elszakadni. Mindig egyféleképpen szeretne kontrollálni mérkőzést. Ezen a mérkőzésen is láttuk, hogy ha kell, akkor átétával az ázen az beáll 6-2-2-es hogyha kell, akkor folyamatosan lövöldözik fel a labdákat, és mindig második labdákat szeretnének rájátszani, mert úgy gondolja, hogy azt azokat a szituációkat tudja dominálni, abban előnyösen tud kijönni, viszont alapvetően mégiscsak ő is azt szerette volna, hogy a kontroll nála legyen, az események fölött legyen egyfajta irányítása. És hogyha ezt egy mély védekezéssel tudod megoldani, akkor azzal fogod megoldani, hogyha magas lett támadással, mert erre is láttunk példákat, akkor azzal fogod megoldani. De alapvetően, hogyha kontroll alatt vagy, akkor azt mondod, hogy igazából jelenleg a nulla nullát tudjuk kontrollálni. Onnantól kezdve te választhatsz, hogy milyen mennyiségű kockázatot válasz annak érdekében, hogy te ebből lép, tudjál lépni. Guardiola például nagyon-nagyon kevés. Szükségesnél nagyon sokkal... Na, szóval szükségesnél nem sokkal több kockázatot szeretne válni annak érdekében, hogy ebből elmozduljanak. Erről szól az ő focia, és valójában ez a meccs is azért nézett ki így, mert valójában egyik edző sem vállalta a szükségesnél nagyobb kockázatot annak érdekében, hogy ez a mérkőzés a 0 0 el tudjon mozdulni. Ezért volt az, hogyha a Manchester City két-három paszt már meg tudott csinálni a labdakihozatal, akkor az Arsenal visszahúzódott középső blokkba, majd pedig mély blokkba, és ezért volt az, hogy a Manchester City is igazából Gvádiola megint a szélső hátvédeit küldte fel, és megtömte a pályák közepét, hogy ott viszont labdatartással nálunk legyen a labdás kontroll csak ugye nem mindig az irányítja feltétlenül a mérkőzéseket, akinél a labda van, hanem ezt tudod labda nélkül is befolyásolni. És ebből jött össze végül is egy, egy 0 ás döntetlen, mert egyik edző sem akarta a szükségesen nagyobb kockázatot vállalni a mérkőzésnek a 99%-ában. A Gianni Brera, ő, ő mondta, hogy a 0-0 tökéletes mérkőzés. Na, ő biztos, hogy erre akkor csettintett volna, ez az ő személynek biztos, hogy tökéletes mérkőzés lett volna. Még a, a Márknak erre a Egyébként teljesen jogos felvetéséről, hogy vajon mi lesz a Premier League-el a klub távozásával, hogyha tényleg ez a két csapat lesz a dominás. Én egyedül azért nem aggódom ettől, mert én szerintem egyetlen egy olyan dolog sincs az életben, aminek ne lenne meg az ellenhatása. Ahogyan, és akkor ismételten ma is visszautalunk a Beregi Pistis beszélgetésünkre, ahogyan ő ezt a benne... A kán, ezt a számlálót, azt most így, pang, egy Egy van. Uh, ahogyan ő benne is ugyanúgy megtörtént ez a folyamat, amiről beszéltünk, hogy ő is egész egyszerűen egy idő után unta, hogy folyamatosan mindig a Manchester City-ből induljon ki, hogy ezeket a nagyon szigorúan vett pozíciós csapatokat elemezze, és valami más keresett, valami mással szeretett volna foglalkozni. Úgy szerintem ez egyrészt más emberekben is megfogalmazódik, hogyha ez lesz folyamatosan az, ami az abszolút kirakatban van, és a csúcson is mindent ledominál másrészt meg egész egyszerűen ez biztos, hogy meg fogja szülni az ellentetjét. A, szerintem a, a Klopp meg a, a guardiola az a, nem tudom, a, a, rivalizálása az egy elég erősen félreértett dolog, amit nagyon sokféleképpen fogalmaz meg sok mindenki, de azért az alapjaiban az ő fociról alkotott elképzeléseiknek mégiscsak más a, a, a az alapfilozófiája, hogy maradjunk ennél, amit előbb ö, említettetek. a, a a Guardiola azt szeretné, hogyha ő elkerülne valamit, és az ellenfélnek az erősségeit a legminimálisabb mértékben engedélyezni a pályán megjelenni. A Klopp azzal foglalkozik, hogy ő a saját csapatának az erősségeit hogy tudja a legjobban felerősíteni, és a, az ő erényeiket a legdominásabban kivinni a pályára. Apró különbségnek tűnik, meg talán túlságosan ilyen filozófiai hülyességnek a részemről, de szerintem merő különbség, egy nagyon más kezdő pont, ahonnan te föl tudod építeni a csapatodat. Aha. És én szerintem, hogyha ez így lenne a harmadik szezonban, bizt... nem tudom ki, nem tudom, hogy melyik csapatnál, de nem tudom elképzelni, hogy ne születne meg ennek az ellentételezése, még hogyha nem is feltétlenül abban a minőségben de az, az nagyon nehéz gondolat számomra, hogy a következő öt évben folyamatosan mindig ugyanezeket a meccseket fogja állandóan játszani az Ártéte és a Guardiola, csak egy picit más összetételű csapatokkal, és soha nem fog megszületni ennek az alternatívája, csak ha valamelyikük távozik. Ö, akkor még egy hasonlat csak ez a Klopp Guardiolához ugyanilyen befektetési szempontból, hogy szerintem a Guardiola az, aki ugye azt csinálja, hogy folyamatosan keres valamilyen befektetést, ami kicsi kockáltal jár, de tudja, hogy hozni fogja, majd hosszú utána ez nekem szépen kijön. A Klopp pedig klasszikus, aki sortol, az amikor arra fogadsz, hogy a másik bukni fog. Te és most hm. nézted meg a Dan Marit? <gül> <gül> Én pont tegnap néztem. Na. Meg. És jó volt? Ha, megynek teljesen jó. Nem egy volt egy big short. Igen, nem. igen. szóval ö, ugye a short, a short pozíció azt jelenti, hogy igazából te arra fogadsz, hogy a másiknak a részvény árfolyam az le fog esni, és akkor te majd jól fogsz járni ezzel. Tehát azon te annak szurkolsz, hogy a másik, csak a másik oldal bukjon. És a Kloppnak ez a filozófia ő arra megy rá, hogy én az a csapat akarok lenni, le és sokszor elmondta el magáról, aki a legnehezebb játszani. Ugye ő azt is mondta, hogy a Gégen a legjobb kreatív játékos. Uh -huh. Tehát ő azt akarja, hogy megtalálni, hogy a máskát hogy tudjuk támadni, hogy abból én már egyből gólt rúgjak. És ez egy sokkal nagyobb kockázatvállalás, hogy én bevállom azt, hogy a másikhoz nem úgy alkalmazkodom, mint Várdiól, aki azt mondja, hogy úgy alkalmazkodom hozzá, hogy megnézem, hogy milyen nehézséged, vagy a gyengeséged, és azt a minimális kockázattal megpróbálom azt bevinni, hogy akkor az alapján meg tudjak verni. A a azt mondja, hogy maximális kockázat is mehet rá, gyerekek, mert megtaláltam a gyengeséget, és azt szét fogom szedni. És hát ez néha nem jön össze. És nekem ez a filozófiai különbség a kettő. Csak ugye ez, amit mondunk, ez igazándiból különbözőnek hangzik, de szerintem amúgy ugyanazt mondjuk, csak máshogy fogalmazzuk meg, hogy a, a klub szét akarja szedni agresszívan azt, amit ő gyengeségnek lát. A Gvárdjó azt mondja, hogy hát én a lehető legkisebb mértékben akarom engedni neked, igen, hogy az igen. legyen. Igen, csak hogy szerintem ez az nagyon más hozzáállás szerintem. Uh -huh ez kicsi különbség, mert a végén, amit a Klopptól is megtanultunk, a Gvárda is látszik, hogy mindkettő változik egymáshoz, hogy eltanulják egymástól. A Klopp is nagyon erős pozíciós elemeket épített a saját játékába, és ott van a, a Lenders érkezett mellé, és aki nagyon szépen ezt lát, és vitte ezen a csapatom. Én ebben érzem a, a a különbségét, de még egy olyan dolog, ami viszont nekem nem abba az irányban mutat, hogy itt nagy változások lesznek. Ez a eszevezett fizikalitás, amit ez a két csapat behoz a játékba és amit a mind a két edző egyre magasabb szintre csavar, és nem látom azt, hogy ezt miért csavarnák kisebb szintre. De nem nekik kell. Tehát mi azért mondom, ez, ez most, amit beszélünk, ez egy picit ilyen föltől elrugaszkodott dolog. Tehát jövőt jósolunk, és van egy ilyen elképzelésem, hogy mondjuk hogyan lehetne. Nem nem vagyok benne biztos, hogy így fog megtörténni, csak az az alaptézis, hogy szerintem mindenképp megtermeli minden az ellen ö, folyamatát, és most miért ne lehetne egy olyan csapat, ami meg kicsit visszábtér a 2010-es évek spanyol fociához, és tele lesz apró, nagyon technikás, fordulékony játékosokkal, akikhez ragad a labda, és tényleg annyira jók lesznek, hogy mondjuk ezek a nagy emberek meg fogják őket kerülgetni, és összességében a holnapi ezt meg is válaszolhatjuk, mert van egy erre vonatkozó kérdésünk. én nekem, Én inkább aggódom emiatt azért, mert nem látom a Guardiolának az elmúlt tizen, nem tudom hány éves edzői karrierében azt a hatalmas változás a filozófiájában. Én nem látom, hogy ezt meg fogják valaki változtatni. Egész egyszerűen azért, mert olyan domináns csapatoknak a kispadján ül, és azokon a kispadokon fog ülni, nagyon úgy tűnik, ami nem látom, hogy arra kényszeríteni, hogy ő ezt kilépjen, mert ezt sokszor megbeszéltük, ezt a... a Liverpoolnak most jöhet, jó, lehet, hogy nem az első edző lesz, de lehet, hogy az utána lévő edző meg fogja találni. Az van egy akkora klub, hogy mondjuk legyen rivális a másfél szezon Most ilyen random dolgokat dobálok be. a Manchester United most fog felébredni. Egy elképesztő lehetőségekkel rendelkező klub. Simán lehet, hogy három év múlva lesznek a kihívó. Legyen így. A... Csak a érkezik, ha érkezik a Ruben Amorim, tehát, hogy azt látom, hogy amik most, most éppen lehetőségként érkeznek, a Csábján Alonso azért nekem volt különböző izgalmas választás, mert kicsit máshoz, persze őnek is nagyon erős pozíciós elemei vannak a játékának, de azért ő már ezt a, amit a Beregép is mond, az a flexibilis pozíciós játék, ami szélek azon, hogy ebbe az irányba kell mozdulni a történetnek, de az a bajom, hogy a pozíciós játékról, amit elmondtuk ott is, és akkor Beregép is számolom, most nem tudom, hagynál áll, de alapvetően ott igazából az a nagyon nagy nehézsége, hogy ez nagy mintán, ez nagyon nehéz, ez szűt. Azt gondoljuk, hogy jelenleg ez a legjobban optimális a focira nézve. Ha ezt még hozzá hozzá, megtámogatod azzal, hogy a top 5 kereted van hozzá, akkor ezt azért megverni úgy, hogy te valami más játékot játsz, ez nagyon nehéz. Ezt, és én ezt érzem, hogy és én ezért tartok egy kicsit ettől, hogy az ártéta lett most ennek az ellen oldala, és nem tudom, reméljük, hogy nem így lesz, és legyen egy hármas vagy a versenyfutás, vagy négyes, ötös, és legyenek sok. Nem és, kell. És, mi és, és, és legyen ott, és nem tudom, a Spurs legyen annyira jó, és akkor legyen egy ötödik erő. De tök király lenne, a, én lennék a legboldogabb emiatt. Jut. <laughs> Jut. És a, mert azt gondolom, hogy ez kell nekünk. Kell a focinak, kell a premierének, a a fontos még szerintem, hogy nem csak a Premier league kell, uh -huh. hanem a focinak is kell, mert a Premier League-et másolja mindenki. Jól láthatóan azért most már ez szobja az igaz irány, uh -huh. és nem a Bajnokok Ligája szabja az igaz irányt, mert nem tudja már szabni, mert nagyon későn alakul ki annyira a szintre. Most alakult ki a bl be amikor szerintem most akar mindenki bekapcsolódni, na most kell nézni a BL-t, nem eddig kellett, mert nem azok a csapatok voltak ott. Akkor beszélgessünk egy picit a Magyarország is mert azért itt szerintem nagyon sokfajta gondolat szivárog mindenfelé az interneten azzal kapcsolatban, hogy kinek mi volt a célja, meg mivel próbálkozott. Hát például méltó-e az Arzenál a bajnoki címre ezután a meccs után? Hát píc? meg jellemzően azzal kapcsolatban, hogy mi volt itt az Arzenálnak a, a terve mert hogy itt nagyon sok olyan megfejtéssel találkoztam már, hogy itt igazából az ártét a betolta a buszt az első pillanattól kezdve, és hát gyakorlatilag csak az volt a cél, hogy a 0 nullával kihúzzák ezt az egész mérkőzést, holott, ami igazából a mérkőzésen történt, annak tökéletesen ellentmond. mond. Ez nem kell visszanézni a teljes mérkőzést, elég megnézni az első 10 percet, ahol az árzen elkiment és, és magasan próbált letámadni, és gyakorlatilag 10 percig folyamatosan magasan is voltak. Az első 9-10 percében a mesek, egyetlen egy olyan periódus sem fogtok találni, amikor a Manchester City fel tudott állni az Árzenál 16-os -a, kö 16 a, környékére, és folyamatosan fent tudta tartani a nyomást, egy mély blokkba visszaszorította volna az árzenát. Ugye ezzel kapcsolatban többfajta Érdekes nyilatkozat is megjelent, rt is, és is, Bernardo Szilvától is, akár uh -huh. azzal kapcsolatban, mi változott mondjuk az előző szezonhoz, ugyanez a mérkőzéshez képest, amit az Etihadban játszottak le. De csak akkor, hogy mi volt pontosan a, a szándék, akkor először az rt szeretném idézni, hogy itt igazából egyfajta választás elé állította őket a Manchester City. Guardiola azt mondta, hogy hogy az ázen az, az mindig magasan van. Először mindig magasan vannak, hogyha hát tudjuk törni őket, akkor pedig visszahúzódnak. Pontosan így történt, és erre mondta, átérte azt a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy a Manchester City azt csinálja, hogy visszahúznak egy szélsőt egészen a kapusig, vagy akár egy támadó középpályást, behúznak egy szélső hátvédet, egy közép hátvéd fellép a középpályára, és hogyha te ezeket a játékosokat akár 7-8 emberrel befelé bele akarod követni ember ember ellen, akkor megkockáztatod azt, hogy mondjuk a Holland ott marad egy az egybe a védőddel, ami nagyon jó, mert választhatod ezt, hogyha nyersz, akkor teljesen rendben van, de ha nem, akkor pontosan tudod, hogy mi fog történni. Egy ilyen elcsúszásnál elmelt a mérkőzés, ahogy történt az a négyes meccsen is. Egy jó magas pressing, fellőtt labda, megnyert egy páratot a Holland holdinggal szemben, és csúszott el az egész. A... és ugye erre mondta az eltét azt, hogy ezt lehet választani, hogy ezt megkockáztatod, de ők eljött mást választottak, és erre már most a legutóbbi sajtótájékoztatón mondta azt, hogy bizony vannak olyan szituációk, amikor az egódot egy picit háttérbe kell szorítani, és inkább a lehető legoptimálisabb verziót kell választani. És erre csinálta azt az Arsenal most, és egyébként már a, a Community shield az őszi meccsen is, hogy kint vannak ők magasan, de nem mennek ki minden egyes szituációban, akár egy triggerre ember ember ellen. Jellemző módon akkor, amikor mondjuk a Rodri már kapuval szembe tud fordulni, vagy a Rodri visszalép a védelembe, és úgy kapja meg szabadon a labdát, akkor szépen elkezdenek visszazárni egy középmagas blogba, majd pedig egy mély blogba, És hogyha ez megtörténik, akkor a Manchester City-met továbbra is labdával labdabirtoklásban, támadásépítésben még mindig a világ legjobb csapatáról beszélünk, akkor ők téged vissza fognak szorítani, Igen, és akkor ér... egy teljesen más szituációt kell megoldanod abban a helyzetben. Ez így érdek, érdemes szerintem azért rögzítenünk, hogy az Árzanál nem elsődlegesen azért szorult be a kapuja elé, mert az Árzanál be akart szorulni a kapuja elé. Az Árzanál be lett szorítva a kapuja elé, és a Manchester City van annyira jó, hogy még az Árzanált is be tudják szorítani a kapujuk elé nincs olyan csapat, akit ne tudnának beszorítani a kapu elé jelen pillanatban továbbra se. Még a liverpool is be tudják szorítani a kapujuk elé, hogy ezt láttunk például Ugye, ebben a szezonban. Csak ez a kérdés szerintem, és itt, itt jönnek ez, hogy amikor a, amit az Ártita is mondott az egóval kapcsolatban, hogy hát ha viszont ez van, akkor srácok, akkor ott mi szépen ott be fogjuk ásni magunkat, és akkor gyertek, akkor próbáltuk meg ezt feltörni ezután. És amikor van tényleg tíz ilyen lóbaszód ott, és akkor próbáltuk áttörni, hogyha középen nulla darab helyed van, és szerintem tök érdekes trend, nem? Hogy most azt láttuk pár éve, hogy elkezdtek abba változni, hogy a szélső védők, ezek a fizikális középhátvédek váltak, és most hát ott találta magát a Guardiola, hogy az, a, az a AKG meg a Guardiola van nekem a két szélen, most ezeknek kéne valami kreativitás meg beadogatni, úgy gyerekek, a balon nagy baj van, és nagyon nagy baj volt, mert igazából a a Citynek kettő vagy három ilyen lehetősége volt, amikor azért nagyjából át tudtak menni az arzenál, akkor az is csak a legszélén sikerült, és a Várdiol volt egyébként a szakával. És lehet érezni egyszerűen, hiába, még próbál is forgatni, és a Guardiolnak szerintem egy kifejezetten jó meccse volt ahhoz uh -huh. képest, hogy, hogy azért egy, egy közép hátvédőről beszélünk nagy részben, de hát azt csinált, hogy forgatta erre, forgatta arra, aztán szög És más, az elmúlt öt évben, ott a Leroy Zané volt, a Jack Grill is volt, a nem tudom, a Brahim Sterling Ezt volt. Ezt meg tudta volna most is csinálni, bárdi. és Olán. meg is történt a meccsőigén. Beszélünk arra az időszakra, amikor mm -hmm. a Doku is páros volt fön a szélen, mert teljesen más szétit láttunk, és teljesen más arzanát láttunk, hogy mit csinálunk a szélsőkkel ebben a pillanatban. De nekem ez volt a... Tehát ez egy kérdéses trend, hogy... Erre az lesz -e a reakció, és akkor mondod a reakciót, uh -huh. vagy akció-reakció kérdését, hogy erre az lesz -e a reakció, hogy akkor olyan szélső hátvédeket hozok ide, akik ezek jók lesznek én, a kreativitásban. Én ezt idén, ezt szerintem egy többször is mondtam már, meg talán csoportban beszélgettünk, hogy én, én szerintem a Teo Hernandez például a Milánból egy annyira unikális ö, piaci lehetőség bármelyik csapatnak, hogy a Csávó Olaszországban egy Kifejezetten jó védő lett, miközben egyébként előrefelé egy cheat kód, tehát meg tudsz futni belső területeket, átszipeli 40 méteren a labdát, tud kombinálni a Rafael Leao-val, de egyébként kifelé is tudja tartani a szélességet, és egy elképesztő értékes játékos, a Milánnak a második legjobb játékosa, mert a Leao mellette még nála is extrább és nagyon-nagyon kevés olyan szélső hátvéd van, akire mondjuk azt tudod mondani, hogy tényleg ekkora impaktot tud tenni támadójátékban is, és közben meg egyébként védekezésbe, hát mondjuk legalábbis az biztos, hogy nem veszítesz rajta, tehát hogy egy teljesen oké okay színvonalat hoz. És nagyon kevés ilyen profil van. Én azért mondom, hogy szerintem például a Teo Hernández, akár az Arsenalnak, akár a Manchester Citynek, akár a Liverpoolnak egy tök unikális lehetőség lenne, mert ilyen profilok nincsenek de tökre szüksége lenne egyébként ezeknek a csapatoknak ma már, mert most már eljutottunk arra a szintre, hogy se az Zárzanában, se a Manchester Cityben nincsen ilyen játékos, tehát hogy még csak megközelítőleg hasonló játékos se van. A Kyle Walker az, aki még... Bocsánat, elnézést közben kicsit azért. fulladozok. Nem, nekem nem a, a fulladása se van fájt. Negyen. Tudom, igen, csak közben elfogyott a levegőm, és a nyelvtan is közben elfogyott. hát ugye, nem jut oxigén az agyba, nem, akkor ilyen. előfordulnak balesetek. Rafael leo bármikor elfogadom, mert az bármelyik hollywoodi akciófilmbe lehetne a gonosz fekete Dottiller, mert úgy is néz ja, ki. Ja, és, Nicole és Louis nyom Louise utána. Holhat, de de úgy Oszkár Boba kollégája. Igen, igen, több, ezt, több, ezt úgy tudnák megoldani, Hogyha a Zárzenál igazolná le Rafael Leaut, és akkor Jó, még azon a az az szélen még meg is történhetne szépen, ez nagyon a párharc. Szeret, majd erről is beszéljünk, szerintem, hogy milyen élet uh -huh. a profi hiányzik az Zárzenából, mert amúgy igen. Minden esetre ez a, ez a támadásban lőt, nagy impaktal hát, rendelkező szélső hátvéd, ez biztos, hogy nincsen egyik csapatban sem pillanatnyilag, mert a Walker, hát a csúcsán sem feltétlen ez a játékos volt, de most már biztos, hogy nem az, és Közben meg egyébként meglennének azok a szituációk, amikor szükség lenne egy ilyen játékosra. Én azt gondolom, hogy nem ezt akarják csinálni ezek az edzők, és szerintem a Guardiola se ezt szeretné csinálni, mert ha megnézzük a legerősebb kezdőit, akkor igazából a szélső hátvédek nincsenek szél. Általában. Tehát én azt gondolom, hogy erre nem az a reakció, hogy akkor olyan szélső hátvéd kell nekem, hanem akkor olyan szélső kell nekem igazából, és a szélét pedig a szélek, szélek tartják. Jó, hát szélek csak, a, csak tartják, a, akkor erre menjünk. A középső be, behúzódik, és hátvéd, meg a harmadik védőt játszik, és meg vagyok. Jó, hát most erre tudom azt mondani, hogy mondjuk 6 évvel ezelőtt nem biztos, hogy azt mondtuk volna, hogy a hollandok meg a nunyezek jönnek majd középcsatárposzton, hanem hogy az Aguero alkatú játékosok, akik még kombinatívabbak és hamis 9-esként még jobban használhatóak. Aztán mégiscsak az van, hogy minél nagyobb embereket keresel, akik ugyanazok a fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek azon a poszton, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, csak egy sokkal jobb játékosok, mint 50 évvel ezelőtt. Próbáljuk már meg megfejteni. Foglalkozzunk <laughs> a meccsel esetleg? <laughs> hogy... Mi? Valamiről nem maradtam, szívtam három ájkoszt, és még mindig a 0 nulla ról beszélünk. Meccsal, jó, még nem is a meccsen nagyon. a... az akkor jó. Semmi, egy, most, most, most jön az a rész. Tízen, egy tizenötnél kezdjük Ez el a meccsal. az a rész, amikor kiderül az, hogy nekem, én miért néztem meg még más a, mérkőzést a, az élő közvetítésen Nincs túl. Életed. Hogy miért? Felvezetőben, amit múlt héten vettünk föl, ott arról beszéltünk, hogy akkor mi lesz a kulcs, hogyan fog építkezni a Manchester City, és az Árzanál hogyan fog letámadni. És ugye ebben jött ez a kis csavar, vagy meglepetés Gvádiólától, hogy hát Kovács is egyrészt bekerült a kezdőbe, de ebből nem egy ilyen 4 2 építkezés lett, mint mondjuk a, a is, Shield, de ebben a felállásban, hanem ugye Kovács is játszott gyakorlatilag baloldali belső védőt a támadás építésben, de úgy folyamatosan, tehát nem csak hogy kirúgásoknál, hanem végig ő volt fönt, amikor felálltak a, az Arsenalnak a védő akkor is folyamatosan a Kovács is tartotta ezt a pozíciót. Ehhez kellett az, hogy a Guardiol és az Akanji a két szélső hátvéd már a labdakihozataloknál is nagyon magasan és nagyon szélesen helyezkedett. Szerintem ez volt az érdekes, és ez okozhatott volna, meg okozott is azért nehézséget az Árzenának, hogy ezek az elmozgások, hogy Kovácsics visszajön, akkor őt kipresszingeli, az viszonylag hamar eldőlt, hogy Szaká fog rá folyamatosan kimenni. Eközben az Aki fellépegetett a középpályára. Hát, hiszem, és ez, ez ott a fontos, igazából hiszem a valós építkezés, bár ez el volt játszva, hogy ez három védős építkezés, de igazából ez egy négy kettes építkezés van, az AK igazából hatos játszott, mert fölépett oda a Rodri mellé, és kettő... az két volt... Éga volt a jobb oldali belső védő, Ruben de... volt de... a jobb de... hátvéd, gyakorlatilag a a vonal mellett. És szerintem, amit megláttunk az a Portótól, és amint azért a... a, a hogy, hogy kell mondani? Konszenzált? Konszekáncéló. Konszekáncéló. Amit az eszmen... Konszekáncéló, az is jó. Amit ez megmutatott <tok> <az jó> nekünk szerintem. az is. a <tok> portugál. <g> az, 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 az azért azzal azért lehet jelenleg, hát nem is annulálni, de legalábbis megnehezíteni, hogy szélső hátvédeket borrasztóan szélesen tartasz. A kapusod be, bevonod a játékba, és tartasz két darab Hatost. és ezzel gyakorolod, és még, még, igazából a hátul is, meg a tízesekről is megérkeznek érkeznek fölfelé, és ezt rendszeresen láttuk, ahogy a Bernardo Silva lép vissza, ahogy a Foden lép vissza, akár a támadás építkezésben, és onnantól már Rice-nak sokszor két embere volt, hogy kivel jöjjön fölfelé. Ugye <coughs> ez az Erzelen, hogy ez majd, hogy nem ez az, az opcióorient lett letámadás. Tehát a rice az első számú feladat az volt, hogy a Rodri a középpályán labdát kap, te kezd el pressingelni, a Gabriel Jesus fogta gyakorlatilag Bernardo Szilvát, ő onnan lépett ki a Rubendiásra, hát csak amikor ezek megtörténnek, akkor az aktuális szabad embereket másoknak kell fölvenni, és nagyon sokszor láttuk, hogy a Rice visszalép Bernádó Szilvára, amikor a baloldalra került a labda, akkor a Rice-nak át kellett húzódni a Debrőnére, mert a Foden elvitte a Giorginyot. és mi volt ennek a célja, vagy miért alakult ez mindig így, mert arra törekedett az Ázán, hogy nagyon kevés olyan szituáció legyen, amikor a Hollandon nem ketten vannak a Saliba és a Gabriel szinte végig fennmaradt, csak akkor lépegettek fel, amikor ez majd, hogy nem elkerülhetetlen volt, legalábbis az első fél időben. A második fél időre az, az Ázá már sokkal inkább ember volt, és ott már azt láttuk, hogy a Rice szinte a De bruyne fogja, és a két nyolcasát a Manchester City-nek a Jorginho és a Rice próbálja lefogni, és nem ők próbálnak magasan letámadni, hanem a védők, hogyha kell, akkor fellépegetnek. Csak a ez fontos, hogy alapvetően szerintem a City labdás építkezése azt nem egy az megvolt meg volt igazából ez komponálva, és ez működött. Én azt gondolom, a probléma igazából, és azért ezt már sokszor mondjuk az első fázis, az egy nagyon fontos része a De a második fázis az fontosabb egyel, a harmadik fázis még a legfontosabb fázis, hogy hogy fogod befejezni, és a második fázis az, az például valami egészen brutálisan nyíltott a city ezen a meccsen, hogy mi történik akkor, ha sikerül áthoznunk a labdát, legalább az első vonalnak a pressingének az arzenálnak, akkor mi lesz? ki fogja ezt megjátszani? Egyrészt a Debrőnél valami botrányos rossz meccset játszott. Olyan szemben hogy volt, vagy kettő-három olyan lehetőség, amikor szembe volt a kapuval, ráfuthatott. A sebessége sincs már ott. Azért az nagyon látszik a Debrőnének. És jé, már... amikor a Thomas Pártit kellett lefutnia, hát, így igen. Csak a, a, csak a, a Thomas eltűnt a sebessége, legalábbis ezen a ez a meccs alapján. Hát szalad a bíróság elől azóta is elfáradt hát, abba, hogy szóval. meg a gondiát. Nagy megkapja az idézést. Igen. <laughs> és, Jó, hát elég komoly munkát végeztek a Debrönén névlegesen a másik kis kedvencem, így kioltották egymást. És a, de amúgy a Debrönének önértékén is nagyon szar meccse volt, meg a Rice amúgy tényleg egészen brutál melót nyomott rajta, amikor rajta volt, persze nem végig emberkövetéssel, de a legtöbb esetben az ő feladata volt, és szinte hibátlanul megoldotta. Tehát azt hiszem a Debrönének úgy zárta a meccset, hogy volt egy vagy kettő pontos beadása, a valami ilyen 8 os sikerességi rátával. tehát az, az ilyen értelmezhetetlen, gyakorlatilag nulla hatása volt a mérkőzésnek az alakulására, és az például egy tök érdekes lépés volt, bár odaig még egyelőre el kell jutnunk, mert az árzanának még nem is Kezdeni beszéltünk. Is a a léci az első félidőben a labdás építkezéséről, hogy miért a Fodent hozta le a Guardiola és miért nem a De bruyne mert alapvetően értem, hogy nyilván ő a legnagyobb game changer szóval hagyd fent a pályán, csak hát most már a sorozatban a sokadik olyan teljesítménye volt, ami... Ha, nem akart veszekedni vele a kis megint. Lehet. Lehet. Hát az, hogy onnantól kezdve igazából kettő nyolcassal akart játszani, mert ugye a Foden igazából szélről jött befelé, és nyitottak várdi hát de most A második fél volna. időben meg igazából a, ezt a klasszikus 3 2 mm. 3 2, -2 3 at kezdték el játszani, Rico az már ott volt a mm -hmm. dupla hatosban, a Gvádiol visszament baloldali belső védőnek, és a két támadó középpályás, vagy nyolcas az a Tebröjne, és a Kovácsics lett, mm -hmm. tehát onnantól kezdve nem ilyen harmadik vagy negyedik belső védőt játszott, mert bejött a Grilis, meg a Doku, és akkor onnantól kezdve két klasszikus szél, és azt tudjuk, Gvádiola, Fodent, és Debrőnit nem fogja egyszerre dupla 8-osban játszani. Hát ezért kellett volna Szerintem a Debröjnét lehozni, de ez már tényleg a pepnek a megmondása, hogy mit kellett volna, mert szerintem az jobb lett volna, annak meg sok értelme nincs. Ennek is legyen egy olyan címe, hogy... Vagy jobb menedzser vagy, mint Természetesen. <laughs> hát a Mark az. <laughs> Baszd ez meg. azóta kiderült. Bazd meg a Vájik ja. <laughs> Bence. <gül> Bence. Na, szerintem az érdekes, az a második, harmadik fázisban hogy jutott el a Manchester City, és hogy ez miért nem működött utána a támadásban. Hát azért, mert hogyha a Bernardo Szilvát vissza kell húznod a középpályára, ahhoz, hogy egyáltalán ki tud jönni a letámadásra, a De bruyne vissza kell húznod szerintem, a középpályára. A még fontosabb ennél, hogy a, amikor a szélességedet, két ilyen játékos adja, akkor az igazából nincs veszély. Az arzán azt csinálta, hogy hát a szélen, akkor ha baj van, ha bárki át játszottunk, mindenki befelé lépett abban a pillanatban. És mindenki azt, hogy a centrális zónák zára vannak, és akkor max kirakják a Guardiolnak, vagy az hát akkor ott futkossanak, és akkor próbálnak valamit csinálni. Mm. Az a futkostak, és próbáltak valamit csinálni, nem ezek ki jól. És szerintem ez itt a, a, probléma, és szerintem amikor a City átállt a két szélsős játékra, Onnantól jött meg különben az a kontroll is, meg az a egyre nagyobb nyomás az arzenálon, ami már olyan city nézett ki jobban uh -huh. a, a harmadik fázisban is. Addig a City a második-harmadik fázisban nem hasonlított saját magára. Ez egy ilyen fogatlan oroszlán volt, ami úgy érzed, hogy az ezekben ott van még az erő, de hogy mit fognak ezzel csinálni, azt, azt végig nem érezted. Fantasztikus és... pillanat, amikor a szélsőtámadók támadók középhátvédek, a középhátvédek pedig szélső támadók csak fordítva esetben, mert a Gabriel Jesus meg a Bukai Oszaka is nagyon sokszor volt, amikor a szélső hátvédeknek a belső oldalán volt, mert arra kellett visszazárniuk, és értelem szerint a Guardiol meg az Akanji adta kint a szélességet. Gyakorlatilag a Gabriel Jesusnak volt végig a feladat, hogy amelyre Bernardo Szilomozog menj vele, hogyha Bernardo adta a szélességet, Gábri uh -huh. volt volt hatodik védőként hátvéd, hogyha az Akanji adta a szélességet, Kivior volt rajta, kint a Gabriel Jesus pedig uh -huh. jött be a Bernádó Szilával. Egyébként az elképesztő melló, egyébként amit Persze. a Gabriel Jesus leművelt, meg amit a Saka is, hogy tényleg ilyen hatodik védőket játszottak folyamatosan. És így itt jön ki az, hogy a Manchester City az árzánál támadásról lassan tudott kijönni, ezért az árzánál mindig visszatudott rendeződni középső blokkba, majd pedig mély blokkba, onnantól kezdve a közepel hat emberrel lezárod, szélességben is meg vagy ugyanúgy hat ember aztán ívelgethet befelé a gvárdiól, mert egyébként ott középen is meg vannak bőven, csak hát emiatt, hogyha az ázanán labdát szerzett, hát ki a és francnak játszott fel a labdát. Egyszer volt az. Na, a, mit ez a Kai Havertz? Egyszer volt az. <laughs> hát ugye Kai Havertznek is viszonylag nehéz rá feljátszani a labdát, hogyha a saját kaputtól nagyjából 30 méterre védekezik Hát ő meg is. az is, hogyha feljátszod rá, és nincsen, aki a másik labdát összeszedje, ő nem fogja megtartani magának a labdát. Nem az a center. Úgy, szerintem ezekkel volt a gond, mert én, én abból indulok ki, amikor az Arsenal mélyen volt tehát akkor nem is tudod feljátszani, meg nem tud felívelni, nincs elő senki. Tehát, hogyha megszerzed a labdát, egy olyan szituáció volt, amikor el tudott jutni az Árzán a Manchester City 16-osán belőle, amikor az Ödegor és a Havertz kettel lejátszották, és a végén Havertz majdnem lerúgta az ortéget. Egyetlen egy ilyen kontrája volt az, az Az, az is azért volt, mert az Ödegor megvert kettő csehből három embert, és utána megvoltak legalább így létszámban. De ugye ez a hátránya ennek. Tehát, hogy Manchester City ki akarom szedni mindenhonnan, középen ne legyen hely, a szélsőmét visszahúzom, mert hogy ott igazából, Azoknak kevésbé gond, de ha lehet, akkor ott se tudjanak támadást vezetni, de akkor én sem tudok támadást vezetni gyorsan. És emiatt a vagyunk. buszparkolásnak ez az időszak az tényleg buszparkolás. Itt, itt tényleg a ö, legszebb Murinyom időszak, Murinyom időket idézte az, hogy itt aztán, Mindenki azt érezte, hogy itt le van zárva minden. Itt Samuel gyere, Eletó próbálják. szerepében Gabriel Jesus. igen. Van. Tehát, hogy ez ment, és a Pandeva a szakám, az nem tudom. Igen. Egy, a... legalább a, a lábak megvannak. Igen, <laughs> igen, igen. A haj nincs. A... Szakának viszont bedobta az Ultimate movie Az azt, azt nem bírtam valaki kirak Twitterre, hogy hogy jön le a Szaká Csak, minden egyes teréné, mindig húzza a lábát. Tehát, nincs, hogy a Szaká úgy jönne le, hogy ő ne lenne sérült. Tehát, hogy ő mindig úgy érkezik, hogy <laughs> És akkor mindenki azt mondja, hogy fog játszani? Hát és mindig játszik utána. ez olyan bírom ezt az egészet, hogy ő még nem jött le a pályára, hogy nem az lett volna, hogy úgy a akkor húzim, az nem oda van. Agyon rúgtak ezen a és és nagyon bírom. Mondjuk mindig jobb, mint a fordítva lenne, hogy soha nem jön el a pályáról, de azt a következő meccset mindig kihagyja. Ezt, ne, ezt, hogy nyilatkozott. Sok volt a taktikai fault. erről nekem valamiért az Elanis Morissette jut eszembe. Nagyon kevés párhuzamok vannak a Taktikai faldok. Az a cranberry amire te gondolsz, hogy az elleni Morissett éneklő, hogy Isn't It Ironic? Igen. Az Akanji a taktikai szabálytalanságokat reklamálja meg egy Manchester City játékos. Egyébként igen, az Arzenál rengeteg taktikai szabálytalanságot követett el. És én nekem ez annyira tetszett cinikusan lerántjuk őket, nehogy véletlenül meg tudjanak indulni, nehogy bármi is történjen ezen ja, az átkozott De ezt megszeren. érzed, hogy ez, ez a, azért ez a szurkoló énének tetszett? Hát persze. Jó. Hát hogy ne? Ugyanúgy, hogy a Manchester City szurkolók is nagyon tetszik, hogy a Rodri ezt meg tudja csinálni 8 egy hát, mérkőzésen minden, minden következmények. Hát, hogy persze. hát, de ezt így kell nyerni akarsz, akkor kövessél mindent azért, hogy ez megtörténjen. De is az van ne Isten elveszítik a labdákat, azonnal zúznak le mindenkit a picsába. Igen, de ugye az más az a visszatámadás, de itt ugye az van, hogy amikor átmennek az első letámadáson, akkor első ember azonnal falt, és akkor utána mindenki fut vissza, hogy aztán megjelenik, hogy ott van falt, és aki falt, abban a pillanatban az ilyen erős sprintet haza, hazafelé elkezd futni, vagy utolérjen a a bíró a sárga lappal, és akkor néha elfelejtik odaadni. Elég sokszor különben. A, a, játékosok azért sokszor hasonlítanak az edzőikre, sajtótájékoztató ugyanaz a, a, meccs. egy, egy picit igen. Pep, miért a pályán mutogatsz a játékosoknak a lefújás követően? Guardiola válaszol a kérdésre. A kamerákért csinálom, a saját egómért. Én vagyok a leghíresebben ö, tagja a csapatomnak. Én nekem szükségem van arra, hogy a kamerák vegyenek, és csak itt tudok ö, elégedetten Aj, lefeküdni. Sértő, Majd be be. mindezt tehát a szokásos farccal, cinikus köcsög módjára, mint ahogy az Akanji is. De az lóblokra hogy... adott válasza is jó volt. A... én Kill szerintem, a, somebody, maybe. Szerintem az, Akanji, <laughs> ezt, ezt nem gondolta annyira át, mint Guardiola. Az valószínű. Ö, ő nem, nem, nem érezte ennek a helyzetnek valóban az iróniáját, hanem ő zavarta ezt, hogy ez hát a igen. az az a folyamatosan Hát nagyon a zavart, főleg a végén, a utal, teljesen már látszott, megőrültek az utolsó 10 perc ettől. És profin csinált az, hát az, ez az, az Ezért zavart. mentünk igen. Csak hogy mert ez, hogy kis csapatként játszott, te persze, hogy mert mindenki úgy megy ki az etiátba, gyere basszál meg! Itt van! az úgy csinálja. ez, az, amit igazából szerintem hiányolt mindenki, mert az elmúlt 5 öt évvel ehhez szoktunk hozzá, hogy amikor a bajnoki rangadó van, akkor ott, nem tudom, 18 lövés, abból 8 kapura, 3-4 zicser. De ez már egy másik bajnoki rangadó. Hát, Már nem csak a Liverpool játszik bajnoki rangadott a City-vel. E, hát ez így van. Csak nekem különben, tényleg ilyen szempontból én nem látom, nem vagyok ennyire pozitív, mint a Bence ezzel kapcsolatban. Én azt vizionálom magunk elé, hogy a következő pár idején veszük végignézni még, még né, kétszer, háromszor, négyszer szezononként, és hogy ez nem lesz annyira szép, szerintem most a Liverpool... De mi meg fogunk vele tölteni <laughs> másfél órát minden egyes Há, mert, mert, meg vannak mindig megvannak tényleg a finomságok benne. Tehát a Kovácsicsnak a, a húzása, hogy ebben az AK lép akkor földje igazából nem nagyon használjuk az AK-t ott középen, nem is nagyon kell. Az, hogy a, tényleg a Foden meg a Bárna szíva, az hihetlen mélységbe lép vissza, és onnan veszi föl a labdát. Csak hát ugye ez a baj, hogy ennek megvan a hátránya is, és mellette meg az arzenát azért szerintem tényleg azt, azt ki kell emelni. Mert a Arzánának a visszarendeződése, az átmenete, azt szerintem az, az a top 1 a világon jelenleg. Világ, világ legjobb csapata a labda nélkül, ezt szerintem most már nagyon nehéz tagadni, és ugye nem csak ilyen érzettel, hanem a számok is ezt mutatják, top 5 ligában a legalacsonyabb engedett XG, legkevesebb a 16-oson belőle az Arzánán ellen, és az, hogy ugye minden fázisban ez megvan. Tehát a meccsek többségén kim vannak magasan letámadnak és rengeteg labdát uh -huh. szereznek. Az ilyen mérkőzéseken meg, hogyha kell, akkor középső blogban vagy mély blogban pedig egyszerűen nem engednek téged veszélyes területére és, a pályának. És, és erre kell alapvetően, tehát ezt mindenkinek érdemes ilyenkor nézni az ilyen pillanatokat, amikor van egy átmeneti pillanat, amikor a City-nek sikerül megbontani a letámadást, hogy mit csinál az első hat játékos olyan sprintben érkeznek hátrafelé, mintha tényleg valaki kergetné őket, hogy akkor vissza, és pontosan tudják, hogy hova kell érkezniük. És ez olyan szinten árulkodik egyébként arról, hogy az Artita a, a bájénja mennyire megvan ebben a keretben. Tehát az, hogy a Gabriel Jesus meg a Bukai Oszaka 70 percen keresztül a segével a kaput verdesi, és megcsinálják 18 szorra is azt, hogy Jó, de figyelnek az 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 meg. Ez tényleg a nyúlzás, aki megcsinálta ezt a számolást. Hát és ő, amikor a csúcson volt, akkor ebben volt nagyon extra, Abszett. hogy az egész keretével elhitette, hogy így fogunk mi kollektívaként tudni nyerni ezeken a meccseken, és nekünk ez kell, csináld meg, amit kérek tőled, és megígérem, hogy győzni fogunk. Ugye ez azért nagyon nehéz, mert az Árzanának mondjuk az egész szezonjában van maximum három vagy négy ilyen amikor így kell játszani. A többi meccsen pedig mész előre és előre fel a védekezel folyamatosan. És ezeken a kevés alkalmakkor viszont ezt ugyanúgy meg kell csinálni, hogy gyakorlatilag tökéletes koncentrációval. Erről is beszélt a meccs után érte, hogy, hogy mit kell csinálni ilyenkor, amikor tudod, hogy a Manchester City egyszer vagy vissza fog téged szorítani, mert mindenkit visszaszorítanak, és hogy fel kell fognod azt, hogy készen vagy -e arra, hogy te 30 passzon keresztül azt látod, hogy oda visszajáratnak hogy fejben ott tudsz -e maradni, és mondjuk a 20. passz után nem alszol el, hanem még mindig követed, és még mindig tudod, hogy hogyan kell helyezkedned, hogyha igen, akkor tudsz játszani a Manchester City ellen, és hogyha megszerzed a labdát, akkor meg készen állsz el, hogy három passz után, hogyha volt, ha nem vezetsz jó támadást, akkor ugyanúgy kezdődik az egész előről. És még az átrendeződésekhez, hogy amikor az Arsenal letámadásán átmentek, hogyan rendeződtek vissza, viszont azokra a triggerekre, hogy a Manchester City egyszer csak kénytelen volt visszafele játszani, azonnal mentek ki magasra, hogy minimum egy középső blokkig elmenjenek, de hogyha lehet, menjen hátra a labda, ebbe, és kezdjenek ebbe, pe, el kimenni. kimenni. Nem volt ebbe annyira erős most az arzán, mint... Tehát nagyon az kevésszer a... tudtak utána végig kimenni. És az ödegort lehetett fontosan látni ebbe, aki folyamatos mutogatásban volt, hogy gyertek még, gyertek még, és nagyon... Tehát, többször volt az, hogy maradt el a csapat mögötte, és vissza lehetett játszani mögé a labdát, és akkor neki megint vissza kell sprintelnie. Ebben azért látszik, hogy az Ödegorn nagyon komoly szerepe van abban, hogy hogy, hogy hogy, van ezek az el... hogy is mennek ezek az elosztások ö, labda nélkül az brutális volt nézni. Nekem a, a szélső becserélése az tetszett a, a Guardiolától, hogy megjöttek. Az, hogy a Doku játszik a jobb oldalon, azért az a van baj. Az a Dokunok a bal lába, az, 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 az tényleg elég masszívan buszra szálló. És, és azért ezt is megnéztük. Ja, de ja, annyira jó kis foci slang. Ez az, grundos. Az, de, hát tényleg az lehet hogy ha arra cserez, akkor azért mindenki kevésbé veszi komolyan. És hát kevésbé is ja, kell komolyan. Tomiászú még véletlenül se próbálta azt eladni, hogy ne a bal lába felé cselezzen. Mennyél, a... mennyél. És hát ezeket, és mellette tényleg azért az első félidőben nem duplázták a szélső játékosokat. Ott a szaká egyet egyet-egyetett a guardiol és akkor hát verd meg. És a szaká is arra ment rá, hogy próbált nem folyamatosan belemenni az ütközésbe, mert alapból fizikálisan az eljárt a Guardiol, hanem egy lépéssel vissza, hát akkor add be, ha be tudod adni, nem nagyon fog összejönni. Itt viszont, olyan duplázás ment a szélen, mint az állaton. Hát már, már, vannak olyan játékos, hogy rá a védőre a labdát. Várdiol, meg az Akanji ilyeneket nem fog csinálni, hogy rávezeti, meg próbálja kicselezni, meg húzza magára. Tök érdekes nézni a, a testpozíciát a játékosnak. Mit csinálnak egyes ugyanabba a pozícióban, a várdiól meg a Grilis? és most nem csak azért, mert más lábas játékosok, az Akanji is átkerülne oda, ugye az mit csinál egy klasszikus szélsővédő, aki fölérkezik, hogy elkezd alapvonal felé rugdosni a labdát, és onnantól keresi, hogy visszaveszi, meg mit csinál a grillis, meg a doku, meg a szélső játékosok, neked egy ilyen 45 fokból kapu felé elindul. És azt mondja, hogy gyere, most én nekem bármelyik oldal innentől jó. Mutasd az egyik irányt, amerre akarod, hogy menjek, és abban meg fogok verni sebességből is. Hm. És ez a, ami hihetetlen nagy változás volt, hogy onnantól a másik játékos nem tudja azt csinálni, hogy téged ki kifelé, hanem ő szorul vissza a felé. És ebbe már. És ezt kellett volna valahogy erőltetni, és ezt hiányoltam ezen a meccsen alapvetően, hogy ez, ez, nem volt meg ez a kockázatvállalás. Én ezt a meccs előtt, amikor beszélgettünk erről, én ezt gondoltam a előtt, hogy több kockázatot fog vállalni ebből a meccs vége felé ezt to tolta föl ezt a potmétert, de ott is nagyon lassan mentünk folyamatosan fölfelé, és nekem ez hiányzott ebből a meccsből, és nekem emiatt nem tetszett ez a meccs, mert nem éreztem, hogy volt egy váltás. Volt az, az öt perc talán, és akkor sem volt igazából lövőhelyzet a city a végén, mert az viszont már tényleg komolyabb busz volt előttük, amit nem tudtok egyszerűen áttörni. Akkor még mondom azt, hogy nekem az elzen ellen nem tetszett, ez pedig a támadás és az abban vállalt kockázatok, vagyis hát annak a teljes hiánya. Az a tényleg ráment arra, hogy itt abszolút hosszú labdákkal játszunk, második labdákból, hogyha azzal meg tudjuk szerezni, vagy utána letámadásról vissza tudjuk szerezni a labdákat, akkor jók vagyunk, de kihozatalban minimálisnál is kevesebb. Az, 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 nekem az nagyon nem tetszett. Ebben. Az nekem sem. Tehát az, hogy a David ryan gyakorlatilag nem volt olyan kirúgása, amikor nem ő nem tetszett. hosszal játszott volna. Messze a legtöbb, az egész szezonban nem volt még ennyi hosszan elvégzett kirúgása. Mm. Jó, kirúgása. Tehát a Gabriel mindig lepasszolta neki, és felrúgta, vagy inkább előre küldött mindenkit, és úgy rúgta fel, és mindig a Havertz irányába, és körülötte próbálták begyűjteni ezeket a labdákat, holott, és erről tényleg beszéltünk, hogy eznek a Manchester City-nek a letámadása azért átjátszható. És ezt az árzánál egyáltalán nem erőltette. Miközben, hogyha volt olyan szituáció, hogy éppen a vonalak be sikerült juttatni a labdákat, és ott az Ödegornak volt helye ott a vonalak között fölvenni a labdákat, és nekem ez hiányzott, hogy ő is egy picit miért nem próbált inkább visszalépni, a Rájsz is inkább a szélek felé jött elkérni a labdákat, nem pedig a centrumban, és a Tomás Párti nevetségesen nézett ki néha ilyen futásokban, meg párharcokban. Hát de az, az, az egy olyan lehetőség volt a másik félidőben, amikor az Ödegor megkapta a vonalak között, azt ő csinálta meg? Átvette fölvezette, és két játékos között bejárt. Előtte kiforgott nyomásból, felnézett vonalak között, mert ő róla Azt tudjuk, az együtt, hogy ez nagyon hiányzik. És ezt nem is csinálja, soha nem csinálja. És ezen a meccsen is az volt, ugye a feltűnő, hogy ugye papíron nyolcast játszott, de valójában nem, mert valójában végig mélyen helyezkedett és húzódott vissza akár a bal hátét pozíciójába. A Tomás Páti ezt a vertikalitást azért bele tudja még mindig rakni. És ő berakja a vonalak közé az ő degornak, és a abból volt az Ázának a Hát én egyébként nem azt mondom, hogy a troszáré volt a legnagyobb helyzet, hanem a, pont a Gabriel Jesus előtt volt egy ilyen, hogy fél centivel lemaradt. Az egyébként pont egy olyan szituáció volt, amikor az a kiment ember emberen a második fél idő elején, és abból labdát szerzett. Ott azt az elején megkockáztatták, hogy kimegyünk, és a Szaliba lépeget föl a Fódenre, ilyenekből volt picit kevesebb a meccsem, mert ott be akarták válni, hogy itt most vagy nekik megyünk, és szerzünk egy gólt, vagy akkor megy tovább ez az egész történet, úgy, ahogy az első fél időben. De a Pátinak ez a vertikális passzjáték, ez egy olyan extrát adott, ami valószínűleg, hogyha az egész mérkőzésen megvan az Ázánnak, is több ilyen akciója volt, lett volna, egyébként meg folyamatosan csak ezek a hosszú labdák mentek, és holott a Manchester City sebezhetőbb lett volna akkor, hogyha mondjuk az építkezésben több játékos használnak, de hogyha ott meg elveszíted a labdát, akkor abból nyilván baj van, ezt meg az RTT nem szerette volna. Pedig igazán Szen... rúghatott volna gólt Jézus. Hát egy fél centi hiányzott gyakorlatilag a szakának a centerezésénél. Előre meg is írták a Peter Gyurinak a kommentájait. A... Azt a, a... gondoltam. A de korán, de hogy az óriási kepszlekokkal. dühös lehetett, oktál, hogy nyújt össze, hogy életben. Á, nem mikor. tudtam használni a fenelgye meg. Jó, hát egyébként ebben szerintem nagyon erősen benne volt az, hogy amikor konkrétan a saját kaputtól 23 méterre töltöd tört, a meccsnek a 90%-át, akkor egyrészt borzalmasan elfáradsz fejben is, lábban is, mindenben. Onnan elindulni az már egy sokkal nehezebb helyzet. Más kérdés, hogy ettől függetlenül a foci azért két oldalon játszódik, meg két kapu előtt, tehát nem kéne elfelejteni az egyiket, de... Val valamilyen mértékben felmenteni az Arzenált emiatt, mert a Citynek a nyomása alatt Már nem ő, ő, nem jó nem, nekem azért nem, mert hogy én, azt, én a meccs azért is tartom ezt, mert a meccset is azt mondom, hogy szerintem az Arzenának ebben volt lehetősége. Főleg egy Zsorzsinyóval középen azért ő is tud kiforogni akár nyomás alól. El és persze kevés labda is volt. Tehát, mert nem akarták kihozni középen a labdát. És igazából védő Harmadban sem nagyon kellett semmit csinálnia, mert annyira sokan voltak, hogy ott nem lehetett bejátszani a labdát sem. Hát igen, csak ezzel kapcsolatban meg én nekem az volt a gondolatom, hogy most az elmúlt hetekben nagyon sokszor beszéltünk erről, hogy a Manchester City azt akarja, hogy ők manipulálják a játéknak a területét és beszorítsanak egy adott területbe hát, mind labdával, mind... valóban így van mondhatom úgy is, hogy börtönbe, és akkor még inkább <laughs> jó, alád játszottam jaj, volna. De jó, megint itt vagyunk a börtönben. <laughs> True crime, meg Igen. Kell nézni. És én szerintem az Ártétá nem akarta, hogy ebbe a börtönbe őket bezárják, legalább az labdának az egyik oldalán. Ez okay, magát zárta a vagy... börtönbe. Hát nem, igazából megakadályozta, hogy ez a börtön létrejöhessen, mert lehet a Manchester City-nek a letámadását kritizálni, hogy már nem elég agresszív, nem elég intenzív, jóval passzívabb, mint mondjuk négy évvel ezelőtt. Teljesen igaz, az, hogyha megadod nekik a lehetőséget arra, hogy szűk területen kontrapresszingelhessenek, akkor, hogyha véletlenül elveszítik a labdát, hát az még a mai napig olyan szinten folytogató tud lenni, hogy azokkal meccseket lehet nyerni. Én szerintem az átétá inkább úgy volt, meg úgy mentek neki ennek a meccsnek, hogy meg se adjuk ennek a lehetőséget. <laughs> hát ha megnyerjük De a neken, második akkor oké. a kontrapresszinges. Okay. Tehát nem az a variáció hiányzott nekem az arzenától, hogy amikor 6-2-2-be állnak, akkor miért nem akartak építkezni? mert az egy borzasztó felállás abban, hogy hogy építkezzél, mert igazából nem tudod egy pillanat alatt széthúzni az egész pályát, pedig azt kellene neked. Uh -huh. Nekem az zavart, hogy amikor kirúgásom van, bedobásom van, akkor nem is volt egy gondolat hozzá, hanem az volt, hogy na basszuk föl, hol a haverc, és akkor oda fölküldöm Süt. neki. Amikor nem kirúgás volt, hanem volt egy mezőnyerték, és Száliba mondjuk Gábriel járatta a labdát, akkor mi volt az első módszer, ami egyébként nem működött rosszul, mert a veszélyes szituációk jöttek belőle, hogy a Ben White futotta meg a szélességet. A Száka behúztak várni, volt, Ben White hindult szélességbe. A, a Zsázusznak a két lehetősége ebből volt hogy Ada üres emberként megérkezett, betette középre a labdákat, és abban lövőhelyzetek voltak. De ugye ez is az, hogy nem játsszuk be középre a labdát, hanem átlőjük az egészet, és a szélen teremtünk egy létszámfölnyes szituációt a Guardiolan. A középen nehogy bemenjen a labda, hogy ott elveszítjük, akkor a baj van. És ezt a bajt, ezt az ártéta nem akarta. És itt mondom azt, hogy nem akarta szükségesnél egy pici verset, több kockázatot vállalni ezen a meccsen. Mm. Van, van, ez a... Hát méter az nem volt. Az nagyon-nagyon le volt olyan kalcsóba, aminek az volt a címe, hogy gyávasz, gyávaszare vagy Max Allegri. Az. Ez most gyávaszare vagy? Mikor áttettem? <laughs> nem, nem csak ő. Mind a két edző, mert pont azt akartam mondani. De a szarok vagytok-e? Így van. Ez Lát, legyen a címünk. Megvan. Nagyon jó. Akkor nem a Godzilla versus Kong lesz. A az, sem lett volna rossz, de, de, szerintem ez talán jobb. Van ez a frázisszerű szokásos foci mondás, hogy ki erőltette rá az akaratát a másikra, és akkor ezt mi jól megállapítjuk meccs végén, és aki ezt megtette, tök mindegy, hogy ő nyert, vagy ő volt, aki többet birtokolta a labdát, a végén akkor ezzel valamennyire sommázni lehet a meccset. Hát itt szerint Szerintem felesleges lenne és nehéz, is lenne megállapítani, hogy vajon melyik edző csinálta, mert én azt gondolom, hogy mind a hát Guardiola... Klasszikus mind a, kontroll volt. A... Nem volt dominancia egyik férőse, se, kontroll volt mindkét részről. És kontrollálták a, a nulla nullát. Ez így van. És nyugodtan meg lehet fogalmazni kritikát az ártétával kapcsolatban, hogy miért nem próbáltak meg egy kicsit euh, kevésbé egyszerűen építkezni, több kockázatot vállalni. A Guardiola ugyanúgy meg lehet mondani, hogy miért... Tehát miért tetted föl a két szélső hátvéd posztra a két középhátvédedet, és miért ők tartották a szélességet, miközben tudtad, hogy hat emberrel a felső sorban szét fogjátok nyomni a kapu elé az árzonál, el, tehát effektíve nincsen szükséged arra, hogy a két sávó védekezzen a két szélin a védelemnek, mert nem lesz annyi szituáció, ahol ezt használni kell, hogy neked szükséged legyen erre, akkor miért nem válasz egy picit több kockázatot, miért nem cserélsz hamarabb mondjuk a fél időben, amikor látod, hogy hogyan folyik a meccs. Mind a két edzőt szerintem simán lehet kritizálni. Az más kérdés, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenketten úgy jöttek le, hogy gyerekek, na ez, ez jó volt, rendben. Mondjuk, ha Itt valami azért. múlni fog majd az Arsenal bajnoki címe, akkor az biztos nem az, hogy a közvetlen riválisok ellen milyen eredményeket értek el. Ez így van. 8 pontot gyűjtöttek ebből a, a négy meccsből, ami azért szerintem nagy. Senki elkemmel. nem nyert a három csapatból rajtuk kívül rangadót a másik ellen. Azért tud ez, amikkel. <laughs> És egyébként még csak annyit, hogy... is. Jó, gyerek, csak gyávaszar. Tényleg volt ez a másik narratíva a meccsel kapcsolatban, hogy az Arsenal 27%-os birtoklással vajon megérdemli a bajnoki címet, hogyha ők nyernének egy másik top szemben. Hát énnek... Most, -e, nagyon sok olyan kijött ez a védelem nyeri a bajnokságot. Maszlag. Nem tudom, ez mi, miért vissza ehhez már megint. Főleg, hogy az Arsenal rúgta egyébként a legtöbb volta bajnokságban. Hát meg főleg úgy, hogy a <coughs> historikusan a legtöbb rug rugott van ebbe a szezonban a bajnokságban, tehát hogy miről beszélünk, hogy a védelmek a bajnokságot. Ezt nem tudom, minden esetre én nekem erre az a mondásom, csak hogy ne legyek feltétlenül mindig city ugye beállítva ebben a podcastben, hogy pillanatnyilag a meccs után nem a Zárzanál, és egyébként ugyanúgy igaz ez a liverpool, liverpool tehát nem a liverpool. liverpool. Jó, jó helyen vagy. volt, ne haragudjatok, Jó helyen, helyen vagy. vagy. <laughs> ez mi ez a... Nem a Zárzanál. Tavaly, tavaly, tavaly volt Liverpool. <laughs> nem, most a klopp fervel van. Igen. Nem a Liverpool. Egész jó zenélnek ezen igen. a túron. És nem az Arsenal azok a csapatok, akiknek a kezdő védelméből három játékos sérült. Nem az Arsenal és a Liverpool azok a csapatok, akiknek folyamatosan a kezdőjéből az elmúlt két hónapban kibejárkálnak a játékosok sérülések miatt. Várjál, nem és az a Liverpool áll, tényleg ezt mondod? Hát az elmúlt két hónapban, most már amíg óta felépültek a játékosok, jobb elnézést akkor az elmúlt egy hónapban. Várj, 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 Hát pillanatnyilag ki az, aki sírült már? A Konati. Hát most jött vissza ugye a fél csapat. Persze, de, 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 hát a Szalá már de van Nem két egy hónap, vete. Két, két hete egész. igen. Már nem egész két hete egész. Elnézést akkor szeretném átfogalmazni. Szerintem az első 90 perc, amit lejátszott a sérülése óta, mellette gyakorlatilag nem volt olyan meccs, amikor ne az lett volna, hogy a kezdőből hiányoznak folyamatosan játékosok. Jó, akkor felejtsük el a Liviárpult. A trend Alexander helyett. Felejtsük el a Liviárpult. Akkor nem a... Liviárpult. Jó, még mindig jó Nem Nem az Arzenál az a csapat, ezután a meccset követően. igen, is ugye nem az Arzenál az a csapat. Amikből az előző szezon kezdő hatos, gyakorlatilag vagyok, vagyok, a teljes szezon kiült el. A, a, a sokoldalú középhátvéd, ez, ez. akit igazoltál, az az egész szezon kiült el, keresztalakszakadás. Jó, a maximum a Timberhardt-od, és akkor ennyi. Hát Mance, ez az okay. Én dicsérni Én akartam, ez jó, akkor megpróbálom megint máshogy megfogalmazni. Szóval, a, ezt. a Manchester City-vel kapcsolatban nagyjából Nyolc hónapja elhangzik minden egyes értekezés végén, hogy de hát majd biztos jön az a futásuk, ami annyira brutális lesz, hogy tudja, hogy beérnek nem a végén. Nem az hogy december óta veletlenek? De, csak ugye azt esetleg nem kéne elfelejteni, hogy az elmúlt hetekben is a bajnokiaikat egy nullákra nyerik. A rangadóikon Szigen. alig lőttek gólt a Liverpool meg az Arsenal ellen. És úgy fordulunk rá erre az utolsó néhány hétre, hogy továbbra is mindenki úgy kezeli a Manchester city még mindig várjuk ezt, mint a mesiást, ezt, hogy mikor lesz, amikor mindenkit megsemmisítenek. És szerintem kurva, nem, nem várjuk meg, Én meg vagyok nélküle. Tehát én, én szerintem ez azért van az a pont, amikor esetleg azt kéne mondani, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát De... lehet, hogy a Manchester City nyerni Tehát fog. Mi volt a mai forrokozásom, Benze. Nem véletlenül. Ez a City össze van rakva. Tehát most ez úgy mondod, mint hogyha jelenleg a City ezt az arzenált is igazából, azért most mondhatjuk, de így is ő volt a labda 72 Hát ott volt a Holland, és akkor most megint narratíva. Ha Holland bepasszolja ezt a passz és nem a luftot rúgja telébe, akkor most azt mondjuk, hogy hát igazából nézd meg, Hollandot meg tudja tartani a Gabrielnek, ahogy nem vigyük. Aztán tele lett volna a komment, mert ez, Európa legjobb védelme. Igen, és ez lett volna, hogy akkor erről van szó, és hát pont a Gabrielről lépett el a szögreketni. Szóval hogy ezek mind olyan dolgok, hogy szerintem azért pont a city most azt mondani, hogy nincsenek abban a futásban, szerintem meg pont abban a futásban vannak, és pont éppen egy fölött. Eredmények a szintjén a még azt mondom, hogy igen, teljesítményben rohadtul nem. Hát csak most már se egy... a tavalyival, se a tavaly előttivel. Most már olyan se 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 jönnek ennek. szembe a bajnokságba részt, akik el az a teljesítmény bőven jó, hogy ezeket szanaszéjjel dominált. Mert játszanak most Na én ez az, is nagyon a nem 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 biztos. Akkor egy öt forró rakás ért, meg is érez. értjük, hogy itt most mi történik az, hogy Bencéből kijött ez az örök pessimista Igen, szurkoló, de hogy, be, bevéd, hogy bevédi magát, ha a csalódástól próbálja megvédeni, hogy de, ez, de nem így lesz Igen, most. Ez, ez biztos, jó, mert, hogy nem fog. Ugye követni. arról megy egy napja, hogy Arteta az egyetlen, aki egy szezonban nem kapott ki Kloptól és Guardiolától, és ha nem nyerjük meg a bajnokságot, akkor majd ez lesz. hogy ott akkor ennek örüljetek, tessék, sokra mentetek vele. Mm -hmm. De Jó, látjátok a... egyébként, itt van egy szar 0 nullás meccs, két kaput által a lövés nem volt össze, ezt mégis másfél órát beszéltünk. Három volt. Most. Én annyit szerettem itt volna van ebből az egészből, van. bár ugye megint fel bele lett az arcom a táblába, és nem, nem sikerült meghallgatni, hogy ja, próbálok nem. mondani, hogy én ne, nem Azt gondolom, egyszer, hogy ezzel... Meg a tényleg csináljuk. Meg, kérlek. Hogy ezzel a nulla nullával az árzonál veszített volna bármit a bajnoki versenyfutásban, vagy hogy az Arzonának kellett volna jobban eredményt elérnie és pontokat elhoznia ebből a meccsből, mint a Manchester Citynek. Szerintem is így van. Manchester City az most kiírta magát ebből a történetből. Jaj, fennem, Megnyertük a Liverpoolnak a bajnokságot. Minden is a lényeg, hogy az Erkölcsi Lop győzelem a miénk. már. Igen. Na, sportszerűek voltunk. Na. És most kiderül, hogy kit kell kirúgni. Jó. Rengeteget beszélünk arról, biztos, akármilyen a mondatban, hogy minden folyamatokban hosszú távon a pillanatból kilépve érdemes értékelni. Ennek megfelelően a topfoci rohanása sokszor teljesen feleslegesen távolít el edzőket a kispadokról. Arról azonban mi a nagy trendellenesek és ellenforradalmárok, ellen a szurkolókkal ellentétben sokkal ritkábban beszélünk, hogy mikor, mikor kéne kirúgni egy menedzser. A Chelsea és a Manchester Unitednek december 6-án kellett volna. Vagyis pontosabban Mauricio, Pochettino és Erik Tenhág mindazonáltal hétről hétre bizonyítja, hogy van olyan, amikor a gyors elengedés sokkal többet segítene, mint amennyit a feleslegesen megadott bizalom déli bábja. Pont, pont, pont. Tehát akkor szerintem ellen Akkor volt? ezt most nem jól olvastam föl. Nem jó volt a... Vagy Vagy elfelejtettem kérdést hírni volt a kérdés? Igen. Ja, jó, akkor felteszem én a kérdést, hogy ki kell már rúgni telhágot és ténót? Nem mondjuk meg! Drága barátaim, hát itt az önsegítő szakkor Befejezte az ülését, visszatértünk azokhoz. és beszéltünk még... olyan dolgokról, amikről nem látunk rá. Visszatértünk azokhoz. De is, érdekes akik a még... beszélni, hogy Mink? tudjuk róla, hogy, hogy van olyan dolog, be... amit nem látunk. Milyen, meg jön hogy, jön hogy jön mi jön mit fordítunk le belőle. Szerintem az egy tök érdekes dolog az irányotokban. Hogyha esetleg valakinek. Jó, 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 volna, lett, na. Akkor nem mondom el, hogy miről beszélünk. A játékosok mentális <laughs> felkészítéséről és annak fontosságáról volt szó, itt az is kiderült, hogy mikor kell kirúgni egy vagy sem, és milyen segítséget kell neki megadni, egyáltalán megérdemli ezt a segítséget. December 6 egy jó időpont. Rá Úgy, hogy aki erre kíváncsi, az menjen fel a Premier League. Ura, keresse meg a neki tetsző előfizetési opciót, és a három arcával lehet ezt Igen, azonosítani. Így van. De semmi köze nincs a személyekhez, tehát, hogy nem, nem őket vásároljátok nem, nem meg, majd, meg tök, ilyesmi. Csak. Az, az, rosszul is esne, hogyha ez így lenne. Úgy, hogy ezt, de. Holnap pedig még egy kérdezfelelek adásom is jön. Na, amit még most felveszünk. fölveszünk. Ki tudja, meddig? Annyira jó volt az adás, így hallgassátok meg, és így fizessetek elő, hogy én előbb Teljesen megdöbbentem, hogy 10 óra 7 perc volt, mert akkor a flóban voltam a beszélgetéstől, hogy fogalmam nem volt, hogy ennyire eltelt az idő. 2.54 a rögzített hanganyag. Úgy néz ki, hogy elkezdtük 7kor, tényleg? Majd, majdnem, de. 8kor. Na, na. Nem vagyunk normálisak. A műsor figyelemmel, követések közben ne felejtsétek el. Nekünk az a jó, hogy csapat nem jó. És ha ránk hallgattok, nem használjátok a bajáratot kijáratként. Ami még nagyon fontos, hogy minden játékos rendszerjátékos. játékos. S ha már vonalazni kell, az nem les, Köszöntjük a figyelmet, érkezünk jövő héten is. Bye! -bye. Hello.